a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri! Hello, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Metába nyomjuk ma, mi van? Hallgató! Hát, nem bánám. Gyerek, mi ez a Tayo Cruz, ami volt? Hát ez nem mondom, egyszerűen hogy hihetetlen. Szene. Tessék? Egyszerűen hihetetlen. Hát nem tudjuk, hát belekeveredett valahogy itt beesett a rendszerbe. Beesett egy jó kis Tayo Cruz és egy Kylie Minogue. Az. Tempóban és hangulatában ilyen zenék kellenek gyakorlatilag 10 év. De nem? Jó, így kell kelni. Egyébként jó, tényleg jó volt. Nem, régen hallottam már ezt a dalt. Majd kimásoljuk neked CD-re. Uh-huh. Nem mondom, hogy új, de legalább valami kicsit régi. Más. De legalább régi, igen. Na mi újság van? 9 fokot mértem, nincsen túl hideg. Semmi extra. Száraz az aszfalt, nincsen hideg. Igen, nincsen hideg, 9 fok van, egészen tűrhető reggel. Mondj valami. Beszéljünk meg egész nap rímekben és repelben, én benne vagyok. Én nagyon tudom tolni. Jaj, gyerekek, mi a helyzet? Telt az este, hogy telt a reggel, kivel, mi van? Meséljetek. Hát a délután az én ügyintézéssel telt, mert mindenféle ilyen szolgáltatókat fogunk váltani a közeljövőben, ilyen praktikus okokból kifolyólag, és akkor azt intézgettük, utána természetesen elmentünk egy kicsit ígéretemhez híven Erzsébetre, aztán olyat toltunk, mint az állat. Igen. Minőségi cukrászipari termékek, ez nagyon jó volt. Aztán este rá kellett jönnöm, hogy nagyon kevés is elég a boldogsághoz egy olyan kis emberkének, mint amilyen én vagyok. Mert egyrészt Ferenc meglepett tegnap egy kis házi készítésű pálpusztai sajttal, amit nem ő készített, de szerintem ez a jövőben benne fog lenni a Feri profiljában, hanem egy kis üzletecskében vette, és végre valahára, köszönöm szépen, jó Isten, köszönöm szépen neki, köszönöm szépen Feri, köszönöm szépen mindenkinek, aki végre hozzájutott egy normális pálpusztai sajthoz. Figyeljetek, megettem belőle egy pár szeletecskét, ettem hozzá egy kis olivát, egy kis... Igen, pikáns, kérlek, ne használd a büdös szót a társaságomban a pálpusztai sajttal kapcsolatban. Figyeljetek, egy csoda volt, mellé még leszettem az új Machine Head albumot is netről, úgyhogy gyerekek, figyeljetek, hát érve, kicsi, kevés, izé, basszus, az egyiket 94 óta hallgatom, a másikat meg mit tudom én már, 85 eszem. De látod, ennyi kell, egy szelet sajt, egy jó meséhed, és megvan a János. Reggel kijöttem az utcára, nem esett az eső, gyerekek, egy boldog ember ül mellettetek itt az asztal. Egyébként tényleg ennek a 9 foknak én is örültem, hogy felkészültem, hogy éjszaka brutál durva lesz, nem álltam be a garázsba, reggel kisétáltam egy szár semmibe, ahogy szoktam, ugye a kabátot még mindig nem ismerem, 9 fok, hát ez egészen tűrhető, bejelentkeztem téli gumicserére hétfőre, úgyhogy olyan szorgos napom volt tegnap. Hadd kérdezzem meg, hogy az autó nem működik, vagy a garázsajtó? Hogy? Miért nem ártál? Megmondom, milyen egyszerű oka van, amikor a Vikivel egyszerre jövünk el, akkor mind a ketten beállunk, és akkor a Viki visszaaltatja a gyereket. Ha csak én jövök el, akkor kiállok este, vagy nem állok be, és akkor halkan tudok kimenni, és a Viki és a gyerek nem kell föl. Tehát, hogy mit ja, hogy a garázsajtó hang. A garázsajtó hang nálunk egy ilyen másfél mázsás, ilyen nyikorgó, rozsdás hangú, szörnyeteg emelkedik fel, és csukodik le, és megkíméltem a családot, hogy ébredjen föl. Ezt télen már nem fogom tudni tartani, de amíg lehet és bírom, addig inkább ajtón keresztül megyek ki, és akkor úgy ülök. Tehát az inkább autóval. Az 50 méteres úszómedencét csináltátok meg, mint azt a rohadt garázsajtót. Muszáj garázsajtót. Hát érted. Bizony. Figyelj, én fújtam WD-40-nel. Én fújtam WD-40-nel, én kentem vazelinnal, hoztam sikosítót, bekentem azzal, a gyerekek annyira nyikorog, hogy nem tudok velem csinálni. Tehát de legalább most van otthon minden. Egyébként az semmelyik ajtóm nem nyikorog, mindegyiket bekentem. Tehát, hogy tudod, hát ebben a korban az ember a sikosítót már arra használja, hogy ne nyikorogjanak az ajtók. Úgyhogy bekentem, de nem tudom megoldani, és állok ott a kis WB-40, WD-40, és figyelj, nyikorog. Nem tudom, fújtam a láncot, fújtam a csapágyakat, a kereket, olyan hangja van, mint egy ilyen régi az Egri várnak, mikor dobó így felhúzta, mikor elmentek a törökök. Hát nem tudok velem. Meg az alkalmazottak széves szabadságukat töltötték valahol. Igen, nem tudom, hogy mivel lehetne ezt ne nyikorgóvá tenni egy ilyen garázskapu. Mester látta már? Látta. És ő is azt mondta, hogy felejtse, mert olyan súlya van a kapunak, hogy egyszerűen nem tudja máshogy fölhúzni a lánc, csak úgy, hogy nyikorog, ami nem baj, csak az egész utca fel kell, amikor nyitom a garázskaput. Nézd a hülyét, már megírom. Na, megint korán. Igen, úgyhogy humánus megoldásként ezért nem állok be a garázsba. Amíg nem jönnek a nagyon erős mínuszok, addig ez megoldható. Orosz tankok ellen van a kapu. Tehát orosz tankok ellen is véd a másfél mázsás. Figyelj, ott nem mész át semmi. Ott azon nem jutsz be. Az ajtó lehet, de a garázskapu nem jutsz be. Na mindegy, úgyhogy ezért nem álltam be a garázsba. Ez az oka egyébként. Na hát a hallgatóknak azért ennyit meséljünk el, hogy ugye tegnap már elmondtuk, hogy 5 éves születésnek megfotózáson voltunk. Micsoda parti volt. Hát
Azért, érted, a délelőtti parti hangulatról szerintetek nekik nem jár információ? Ahogy tomboló tömeg vett részt az egy szerki szobában? Halló? Hát micsoda eufóriában intéztem a vízgáz villanyt. Igen, tegnap volt egy nagyon helyes kis kocintás itt a rádióban, egy vezérigazgatói beszéd, amit én pont nem hallottam, mert valaki megfogta a fenekemet, és ezért egy ilyen kis verekedésbe torkolott itt a szerkesztő szoba. Mert nem akarta folytatni. Igen, mert nem akarta folytatni, és nagyon megharagudtam. Főleg, amikor kiderült, hogy a Kovács Áron volt. És aztán egy kis tortázás, és egy kis üdítőzés volt itt a szobában. És kocintás pezsgővel. Így van. És kölyök pezsgő volt, vagy eredeti? Nem, ez eredeti volt. Rendes pezsgő volt, és azt szeretnénk elmondani nektek, hogy ti hallgatók is meglettetek dicsérve. A vezérigazgató azt mondta, hogy a hallgatóink remek emberek. Tényleg, hogy milyen sokan vagytok. 2,9-en. Igen, az nagyon komoly. Az nagyon durva, az minden idők legje. Egyébként, úgyhogy tényleg mi is nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki a bizalmával tüntet ki magunkat, illetve minket itt reggelenként, meg utánunk is a többieket, és a core dokumentumokat, azokat megnézhetitek fönt a Facebook oldalunkon, pontosabban a Klassz FM Facebook oldalon, ott van egy ilyen kisebb fotó összeállítása rólunk, ahogy bulizunk, illetve hát visszafogottan önmagunkhoz képest visszafogottan. Szóval azt gondolom, hogy hát ha így bulizunk, akkor azért nagyon nagy baj nem, van. Nem. Tehát ez az eleje, ez egy közölhető. Ez egy kollégiális kocintás volt, tehát a buli azért az erős kifejezés erre, hogy buli. Egy ilyen kis helyes. Jó, de délelőtt 11 volt. Igen, hát persze, hát nem kellett volna beszélni. Két órával később még a lazul is le lett nyalva az asztalokról. De az akkor már nem volt fotós, mert ő is ittas volt. Tegnap nem ettem ebből a minyomból, nem maradt véletlenül? Nem baj. Nem baj. Már nem, hát hogy mert hogy sok másoknak maradt, tehát hogy többet tudtak fogyasztani. Anna ideget maradt, Anna egy kicsi? A cukorszintemet most úgy helyre tenném, bár ettem reggel egy rudit. A csokis az jó volt. Jó volt? Na, akkor legalább az. Már amit én ettem, az mondjuk is csak a minyon, a minyon az tényleg akkor jó, amikor, amit amikor olyan szín, igen, az se volt rossz, de hál' Istennek volt vett a cukormáz, és hogy könnyebb lenyelni, de hogy akkor jó a minyon, tényleg, amikor olyan szinten nem ettél már egy jó ideje semmiféle cukrosat, hogy akkor, tehát, hogy egy nagy dózis, akkor beversz egy ilyen 2-3 darabot, és onnantól kezdve megint fél évig nem akarsz semmi édeset enni. Szép sárga volt a miénk, ugye, vagy ilyen Klassz FM zöld, vagy sárga, nem tudom, mi a hivatalos szín, rá volt írva. Klassz FM zöld. Hát miért nem? Hát ilyen zöldes. A mi sárgánk az a Klassz FM zöld. Igen, a mi sárgánk az a... Úgyhogy jól nézett ki. Na, ennyi. Viszont segítséget akarok kérni, vagy szeretnék. Tegnap elindultam délután, nekem van egy órám, ami az apámé volt, nagyon szeretem, egy régi, egy 50 éves, most már 60 éves óra. A katonatársa hozta. Igen, ezt tudjátok, a sztorit már beszéltünk. Igen, először apám is magába viselte. Mentett el? Igen, a nehéz időben magába rejtette el, ahogy ezt az aranyórát a ponyvaregényben? Igen, és utána pedig egy bajtársa hozta nekem haza, és levált az üveg. Igen. Hát most már 60 éves az óra, az üveg levált. Elindultam tegnap óráshoz. Bemész a plázába, tök mindegy melyik plázába mész, mert minden plázában vannak ugye óraboltok, ahol ott van, hogy a órás kedd délután 2-től 4-ig itt van. Egyébként nincs ott órás, de bemegyem, hogy jó napot kívánok. Az elsőben egy ilyen 50 éves ember volt, tehát hogy így azt gondolnád, hogy az már szakmailag megérett. És mondom, jó napot kívánok, itt van ez az óra, képzelj el, az apámé volt, elmondtam a sztorit, gében volt. Haza, mondom neki, hogy és csodálkoztál rajta, hogy nem tudtak segíteni. Uram, de arra ugye nem nyúlok hozzá. És képzeljétek el, hogy 5 helyen voltam tegnap, senki, még egyszer mondom, az 5 ember közül senki nem tudja elvállalni azt, hogy ezt a nyomorult üveget visszategye az órámra. Nyilván visszatérni. De miért nem tudja visszatenni? Nem tudom, azt mondja, hogy elemcsere, szícsere. Uh-huh. Így, ez a varázsszó. Tehát ezzel odamész, és azt mondja, de mondom, ebben nincs elem, mert ez tekerős óra még, régi, jó, és a szíja is rendben van. Vissza kéne ragasztani az üveget, hogy nem lehet, nem-e lehetne, tette föl a kérdés, hogy magának nincs egy ismerőse. És azt mondta, mint hogy nem ismerek ilyen embert, aki erre nem alkalmas. Járunk össze a kollégákkal. Igen. És volt egy ilyen 50 éves hapsi, arra úgy kinéztet, hogy akkor az csak ért hozzá. Azt mondja, hát csak kedden vagyok itt délután, és hogy óra elem, vagy szerda, vagy milyen nap volt szerda tegnap. A másik az egy ilyen 20 éves kicslány volt, mondta, hogy hát ők tulajdonképpen be tudják venni, aztán elviszik valahova, de hogy ott ezt megtörjük, nem tud. Nem kell messzire menned kedvenc piacottól, majd mondom a címet. Van? Így van. Istenem, a Lehelnél. Én tudok egyet.
de aranyos. Milyen jó volt régen, sajnos. Gyerekek, ez az órás öngyújtós cipész. Esernyős cipész, emlékeztek erre, hogy bementél egy öngyújtóshoz, ő gázzal töltött. Aztán elmentél az esernyőshöz, onnan átmentél a cipészhez. Vagy ha szerencsére volt, ez egyben volt. Tehát órás, öngyújtós, esernyős, a cipész az nem keveredett, ő csak cipész volt. De hogy ezt ilyen nehéz már találni, ilyen mesterembe. Hát nehéz, nekem nincs helyismeretem Budapesten, így 20 év itt lakás után sem. Tehát biztos, hogy vannak ilyen emberek, látod, a Jani rögtön mondta, de hogy tényleg így el, hogy bemész óraszaküzletbe, és azt mondod, hogy gyerekek, csináljuk már meg, akkor négy helyen. Ugyanis az van, hogy én bármikor találkozom ilyen úgymond régi vágású, régi módi szakemberekkel, én onnantól kezdve őket megbecsülöm, mindig éveken keresztül hozzájuk járok, később nagyon megszakítások, amikor szükség van az ő segítségükre, úgyhogy is van, majd csak figyelj, két megszólás között már mondom is. Kérlek. Egyébként ma megyek Balázs csukájáért, amit szintén nem tudtak meg elkészíteni, vagy elvállalni több helyen sem, de mert az szerencsére van, senki nem tudnak talpat építeni már. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű történet. Nekem van jó cipészem, csak makón. Cserét. Igen. Annyira megszerettem egy bakancsomat, amit egyébként pontosan 4500 forintért vettem Londonba. 4500 forint. Lehet már forinttal fizetni Londonban. Milyen érdekes. Döbbenetes hely. Tehát 4500 forintért vettem egy bakancsot. És Jani most megcsináltatja nekem, mert ott akartam hagyni Dél-Afrikában, aztán mondtam, hogy nem, inkább elhozom, szeretem, már nem szoktam tárgyakhoz ragaszkodni, és 7000 forintért csinálnak rá egy új talpat. Bizony. És olyat csináltam, amit eddig soha megcsináltatom magamnak, mert annyira kedvelem, hogy nagyon. De nem, én nem veszek egyébként tényleg drága dolgokat, ezt így rám sütöttétek valahogy, de hát azért 5000-6000 forint, én nem nagyon veszem. Hát neked nem drága. Tessék? Mennyi egy jó bakancs? Hát 20-30 ezer forint egy jó bakancs. Simán, és a legtöbb esetben tényleg nem lehet őket javítani, mert nagyon sokszor ragasztott, nem barrott, stb. Nem akarok ilyen szakmai dolgokba belemenni, mert nem értek hozzá. De tény, hogy nagyon-nagyon kevés jó cipész van már. És nagyon jó, nagyon kevés ilyen javító műhely, ahol bevállalnak ilyen dolgokat, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, én tudok egy ilyet. És egy pár övet le kellett rövidítenem, mert ám ugye minden nagy, bármit veszek, az minden nagy, és akkor mondtam, hogy elviszem ezt a kis csukát is, hogyha már Bali ennyire ragaszkodik hozzá, és el is vállalták. Tehát, hogy minden ilyen mesterembert meg kell becsülni. Igen, csak ha ez a generáció, aki még dolgozik, majd nyugdíjba megy, akkor ki fog neked cipőt javítani, meg nekem órát? Tehát, hogy van vajon utánpótlás? Mert ezek öreg, ugye? Ez jó kérdés, hogy mi lesz, ha ezek kihalnak. Ez idősebb szakik ők, gondolom, ugye, akit te ismersz, vagy mennyi, 30? Ők ilyen középkorúak, tehát, hogy körülbelül a mi korosztályunk, de valószínűleg azért is lehetnek nagyon népszerűek, meg azért is szerethetik őket, mert nagyon kevés van már abból a típusból, akik ők, hogy gyakorlatilag mindent elvállalnak, és nem csak, hogy elvállalják, hanem meg is tudják csinálni. Nálam itt szépen el van mentve minden, tényleg. Villanyász, van szabó, van cipész, van órás, és mindig ugyanoda megyek vissza. De villanyász mit csinál? Tehát ő bemész, és ő a legnagyobb ezen a vonalon. Az órát értem, meg a cipész, de a villanyász mit csinál? Bemész, és azt viszel neki 10 deka áramot, hogy javítsa meg. Vagy, tehát a villanyász mit csinál? Van egy hely, ahol villanyászok dolgoznak, bemész, és azt mondta, hogy kiégett otthon a lámpa, és távgyógyításra megcsinálja, mert villanyász nem tudom. Bármi van, ami nem csak egy szimpla csere otthon, akkor jön az ember, és megcsinálja. És nem azt mondja rögtön, hogy artot vésni kell. Vésni kell, óracsere. Óracsere vésni kell, lesz a kettőt szokták. Azt szét kell szedni, igen. Na, csak egy-két tipp, hogy hova menjél. Népszínház utca. Tudod, hol van a Népszínház utca? Fogalmad nincs, hogy... vagyok. A Népszínház mellett. Elmondom neked, hol van a Népszínház utca. Az a Blaha Lujza teret. Tudod, melyik a Blaha Lujza tér? Igen, azt tudom, körút meg a Rákóczi sarka. Igen, az a Blaha Lujza tér, ott van egy Meki a sarkon, és a Meki, amerre megy a villamos végállomása, elindul befele a Meki előtti utcába, az a Népszínház, tudom, az a Népszínház utca. És ott van az ország legjobb órása. De az ország legjobb. De az ország, elég hosszú a Népszínház utca, de ott elindulsz a Népszínház utcába, és akkor ott megtalálod. Bal vagy jobb oldal? Jelen pillanatban, hát most... Nézőpont kérdés. A bal oldal most nem erős felé. Akkor jobb, most szerintem a jobb oldalon menjél, nem jársz jól a bal oldalon. Legalábbis egyelőre nem látok olyan jelöltet, aki erős lenne. De fura, hogy ide kevered ezt a témát. Fura, hogy megint politizálunk. Nézd, hát nem látom egyelőre a bal oldalt. Nem tudom, nem írták meg, hogy melyik oldalon van. Egyébként. Tehát a Népszínház elején elindulok, csak a jobb oldalt nézem, végigmegyek a Népszínházon, megfordulok, és akkor megint tudom a jobb oldalt nézni. Na? Igen, szépen végigmész. A Lehel piacon az első emelet, na az neked legalább... Az jó, ott oda járok vásárolni. Lehel piac első emelet órás, legalábbis fél éve még ott volt, ez Kriszta küldte, hogy oda menjél. Ő ugyanaz az órás? Nem. Te egy másik órás tudsz.
Egyébként tényleg mit kell ezt annyira túragozni? Egy pillanatragasztó ír, egy hallgató, és meg vagy. Nem. Az, türelmet kér a felétől, mert keres ragasztót, erre írt, hogy Feri, pillanatragasztó. Ja, értem, hogy ő több részletben írta az SMS-t, igen, igen. Na, tessék, itt van még egy, ez tényleg jó lehet. Népszínház utca, Teleki térhez közel. Aha. Remélem tudtam segíteni, Norris küldte, tehát figyelj, hallgatók megoldották, annyira univerzálisak, hogy és akkor ezt már ketten írták a Népszínház utcát, nagyon jó. Igen, igen. Azt már ketten írták. Akkor egy profi órás. Igen, vagy két SMS is küldött a Népszínház utcai órás. Hogy hozzá menj, aki nem tudja megjavítani, viszont szüksége van egy autógram kártyára, általad aláírva. Azt mondja, hogy hát nézem még, hogy mi van. Nádor utca. Figyelj, találsz órást. Tehát itt most találsz jó órást. Aha. Népszínház utcát már hárman elküldték. Nagyon jó. Ott valami lehet. Na jól van, gyerekek. Tettem új képeket az Instagramra. Jaj, de jó, hogy mondod. De mindig az a baj, már rájöttem, hogy miért nem emelkedünk. Miért torpantunk meg 13 ezernél, mert 6 órakor beszélünk róla, és úgy érezzük, hogy kipipáltuk. 8-kor, 9-kor, 10-kor beszélünk szóval róla. Szóval akkor is. Akkor a kis Instagram közösségünk nagyon növekedne. Mammával vagyok az egyik képen. Nézed az Instagram, hogy a fenébe? Én folyamatosan nézem, mert hát, elven nyomást gyakorolok rá, hogy folyamatosan legyenek új tartalmak, másrészt meg amúgy tényleg így érdekel, hogy alakulnak a like számok. Tegnap fölmentem, megnéztem, van ugye a Celebről is két exkluzív, azt hiszem, hogy Zsűl által készített fotó is feltéve. Másrészt pedig ott van fönt az a nagyon helyes kis kép, amit mammával is velem készítettünk, illetve készített Balázs a repülőn. Hát ugye hárman voltunk egy sorban, bal szélen Balázs, középen én jobb szélen mamma, meg még egy kicsit mamma, meg még egy kicsit, meg még egy kicsit egészen az ablakig, vagy üvegig, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt a repülőn. Hát a kép önmagáért beszél. És tényleg nehezen fértünk el. Azzal telt el az első 10 perc, hogy megpróbálta bekapcsolni a biztonsági övet. De szegény, nem annyira ment neki, utána, amikor ez sikerült, annyira megörült, hogy kért chipset és kólát sokat. Kifáradt, figyelj, valamivel pótolja az elveszett energiát. Igen, szóval ez az Instagram, ez kicsit más, mint a Facebook. Itt más, nem is azt mondom, hogy más típusú képek vannak fel, mert rólunk vannak nyilván képek, de azok a képek sokszor, amik nem kerülnek föl a Facebookra, kicsit belsőségesebb a hangulat, kicsit kevesebben vagyunk. Ez olyan baráti társaság a Morning Show-s Instagram követői. Ugye jól sikerült házi buli vagyunk egyébként. Tehát, hogy fura, ugye most mindenkinek 50, meg 100 ezer, meg 200 ezer, mint a like száma a saját Facebook oldalán. Itt egy nagyon kemény 13 ezer ember szépen van. Tehát egy pici, apró kis kolóniában lakunk mi itt a Földön, Magyarországon, és ők a mi instás barátaink. De szépen növekszünk majd. Azt szépen mondjuk. Növekszünk, tegnap nosztalgiáztam, átnéztem a fotókat, mondom, drága barátaim, adok még nektek pár, tessék, ne érezzétek, hogy nem törődöm veletek. Úgyhogy tegnap 3 kép is fölkerült, este a fürdőkádból tettem föl. Mondjuk azt, hogy ez egy zárt közösség, ez a zárt Instagram közönség, érted, hogy nem lehet bekerülni, csak nagyon sok próbálkozás. És ezzel fölkelted az érdeklődés, és mindenki oda megy. Úgy van, hogy én tudom szerkeszteni, akik lájkolni szeretnénk minket, és elsőre mindenkit visszadobunk. Tehát de 4-5-ször kell az oldalt szeretni, hogy ez egy privát klub. Ez egy privát klub. Ez az elit. Itt lehet üzengetni, látunk mindent, vissza. Soha nem írok. De látjuk az üzeneteket, úgyhogy ez itt egy ilyen elit klub. Csak hát nem kerül föl minden nap kép azért, csak ha van valami érdekes, most az utóbbi pár napban nem volt, úgyhogy addig a Celebből élünk, aztán ha csinálunk. És szóval jövő márciusban még mindig nézzél, csak ahogy a pákó. Álmatad, addigra már csak lesz valami. De így most nagyon rendben van, nekem nagyon tetszik, én nagyon sajnáltam volna, hogy nem kerül fel ez a kép. Ha valaki látta a Martin Lawrence-el a Gagyi Mami című film. Az ő. Az ő egyébként tényleg. Jézusom, ezt ne! Csak mutatom, hogy rá is kérdeztem. Nagyon plasztikusan. Martin? Nagyon plasztikusan mesélted, de ezt nem hittem volna. Én ezért mondtam, Instára kell jönni, ott van a pörgés. Ott van a nagy élet, a kocsmában ott van a nagy élet, ahogy Feró is énekelte. Na, akarsz még órásokat, Feri, vagy megvagyunk ezzel? Hogy érzed? Megvagyunk, szerintem. Jó, Vásárcsarnok, Allé mellett, első emelete, jó órás van, 8. kerület, Baross utca, Stex mellett, öregbácsi, mindig áll a sor, igazi régi órás, a Stex, ahogy elérsz, leszállsz a villamosról, jobb oldalon van az étterem. Aha. Keresztbe megy a Baross utca körúton, és a Stex mellett. Ja, jó, jó. Tehát figyelj, egy óra információs bázisunk van most már, köszönet a hallgatóknak.
Baráti társaság, kérdezi valaki az Instára, hogy 13 ezeren vagyunk. Egy hétvégén az NB1-es foci meccseken nincsenek ennyien. Ez is igaz. Csaba, hát de szeretlek. Jaj, de jót szóltál. De egyébként tényleg így van. Hát mint egy MTK Fradi, vagy egy MTK Vácra, aki mennek 3 ezeren. Nem? Igen, olyan 2000 körül van egyébként az éves átlagos nézőszám. Úgyhogy akkor mi egy picit többen vagyunk. Igen. Na jól van. Azt mondja, hogy hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk. 2-1-re vezetünk? Aha. Ami nem rossz hír. Az nem rossz. Magasságában. Az nem rossz hír. Ha a mai napot behozzuk, vagy behúzzuk, akkor tulajdonképpen megnyertük a dolgot. Úgyhogy, ha valaki szeretne velünk játszani, jelentkezzen játékra. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, nagyasztok. Hát fontos kis közlekedési hírünk van, miszerint az M3-ason van egy teljes útzár, méghozzá egy leterelés is egyben. Ludas felé a régi 3-asra. Ez Zolej küldte nekünk. Ez a 144-es kilométernél van, a Budapest felé vezető oldalon, mert hogy a szalagkorlátot átszakítva egy kamion áttért a szembejövő sávba, gyerekek. És hát teljes pályazár van, ezt elküldte nekünk Gergő is. Köszönjük szépen. Ami azt jelenti, hogy ott előbb-utóbb nagy dugó lesz, illetve mindenkit leterelnek. Várjatok, nem, mert a kettő nem ugyanaz. Tehát az M3-as 90-esnél leterelik a forgalmat a pályáról, és a 144-es kilométernél pedig a Budapest felé vezető oldalon egy kamion szalagkorlátot átszakítva áttért a szembejövő sávba. Tehát két baleset is van az M3-ason. És azt mondja, hogy balesetet okozhatott az autós üldözés, mert egy kamion is ott volt az árokban. Ez Gyuszi küldte nekünk, ez pedig az M3-as 90-es kilométerénél van. Gyerekek, ez szép. Mi van az M3-ason? Mi van az M3-ason? Most mondta el a Balázs. Ja, tényleg. Na, itt van egy játékosunk, úgyhogy ha minden igaz, akkor már is játszunk. Ja. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Több nevetés kérek, több nevetés, hogy benne legyetek az adásra. Halló, jó reggelt kívánunk! Hello, sziasztok! Hello! Szia! Jaj, de helyes hangod van. Szandi! Hello, Szandi! Szandi. A Szandi a Szándokár rövidítése? Nem. Nem? Nem, a Szándor Kámé. Szándor Kámé, igen. A Szandi nagyon aranyos név. Nagyon. Honnan hívsz minket, Szandi? Győrből. És mit csinálsz? Dolgozom. Na, olyan kis kimért vagy. Igen. Izgulsz? Tényleg? Kivel szeretnél játszani? Ferivel. De jó választást. Hoppá! Szandi. Szandi Kámé, ha ennél kevesebbet fogsz, vagy ennyit fogsz beszélni a játékban, akkor azonnal inteni fogunk, jó? Tehát akkor nagyon, nagyon nagy baj lesz. Rendben van. Oké. Okay. Jó? Muszáj egy kicsit többet beszélned, nehogy aztán itt megintsünk, mert én könyörtelen vagyok. És ha nem érezzük közben, hogy mosolyogsz, miközben beszélgetsz velünk, akkor tök szomorúak leszünk. Így van, és ha fél lábon állsz, akkor is kizár a Balázs. Igen, igen, ha hat szőke vagy, azért akkor is. Nagyon. Szandikám, jól vagy? Oké, okay, okay, a reggel csak a játék miatt izgulsz, vagy van más is? Csak a játék miatt. Na jól van, mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Szandra, a hivatalos neved? Alexandra. Alexandra, ilyen hosszú. Miért engem választottál, Szandi? Veled már játszottam egy éve is körülbelül. És kikaptál, ugye? Úgy rémlik. Jól emlékszem. Akarsz kérdezni? Milyen volt Afrikában? Nagyon jó. Te jártál már ott? Terveim között van, hogy megyek. Akarsz menni. Tök jó. Így van. Így van. Uh-huh. Válaszoltam. Van még kérdés, Szandi? Legyen meg kérdésem? Vagy kérdezzek én. Kérdezz. Mi a munkád, Szandi? Mit dolgozol? Eladó vagyok a Kozmosz üzletbe Győrben. Imádod, ugye? Hogyne? Az ott van a főtéren, jól emlékszem. Gyere el Győrbe, aztán majd egyszer megmutatom, hogy merre van. De ott van a főtéren? Picit messzebb van a főtértől. Aha. Hát, itt nekem még van 10 másodperc, de ez lehet, hogy már egy tizet mutat egyébként. Hm. Az nem Greenwich-i idő. mennyi volt? Nem, letelt. Lejátszott az egy percet. Így van.
Hát akkor azt kell, hogy mondjuk... Játék volt, igen, izgalmas egy játék volt. Megadjuk? Meg, hát persze. Szép focani! Hát, necces azért. Na? Kiszakadt az arcodra az a mosoly, Szandi? Így van. Na jó. Ne, most már beszélsz nyugodtan. Jézusom. Gyerekek, hát mindig tudjátok, én vagyok a szigorú, de azért ez súrolta. A passzivitás. Beszélni beszél, de súrolta, de megadjuk. Ennél több kell a passzivitáshoz, hogy szoktuk mondani. Picit kimért volt egyébként, szerintem még az elfogadható határon belül. Hát gondolkozott, megy lassan nyitni, érted? Nem lehet ezt túlpörögni egy ilyen játékot. Még korán van. Aha. Jó, fog. Jó, fogjuk ezt arra, hogy korán van. Jó? Akkor Szandikán megvan az ajándékcsomag. Jó van, köszönöm szépen. Köszi neked, ciao. Egészségedre, szia, Szandi. Hello. Gyerekek, azért, na mindegy, szóval, hogy... Máskor szigorúbb szoktál lenni, szigorúbbak szoktunk lenni, puhulunk azért. Beszélni beszélt? Beszélt. Nem volt passzív. Lassan nem. Beszélt, megfontoltam. Igen. Jó, így akkor... Kettő-kettő izgalmasabbá tesszük a pénteket. Csak ennyi történt. Lehetőséget adunk neked, hogy megint gyere előre. Nem, Jani jön. Én kapirgálok miért, a szemét. De miért, mi ez vetésforgó? Én kapirgálok a szemétdombon, gyerekek, úgyhogy én ott teljesen jól el vagyok. Jó, holnap akkor dönt a dolog, és majd döntenek a hallgatók, kivel szeretnének játszani. Csak hogy izgalmasabb legyen a reggel, az M6-os 52-es kilométerénél autó kutyát gázolt, a tetem még ott van a sávban, az összetört autó és a rendőr pedig már a leálló sávban áll, mindenki menjen egy kicsit lassabban, és mindenki vigyázzon, ezt OP küldte nekünk. Köszönjük szépen. És alakul már a like szám az Instagramon, ugye fönn van egy kép mammáról és rólam. Rólam, még mielőtt valaki megírná. Így van, már 1100 like-nál tartunk. 1100? Uh-huh. Ami nem rossz. Nem. Mert gyakorlatilag így 200-asan már följebb mentünk a reggelihez képest. Gyerekek, az Instagramunk szépen halad. És a 14000 ember is följebb ment? Nem, az 13k. Ja, bocs. Azt mondja, azt hogy... Úgy érzi az Instagram, hogy 13k, de ha beszélünk róla 10-ig, akkor az már 14k lesz. Tehát minden nap egy 1000-es tud ugrani, ha beszélünk feljebb róla. Ment. És én nagyon szeretem. Mennyi 13800-nál voltunk, tehát én 200. 14-1-nél vagyunk. Na, de azért mondom, hogy kás vagy. Azért 14 kások lettünk. Na jó van. Egy perc alatt pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Pont akartam mondani, hogy vigyázz, 7 óra 13 perce, jó reggelt. Kívánom minden drága Morning Show hallgatónak, hello Feri. Hello. Jani a tegnapi buli maradványait keresi, mégiscsak ízlet neki, kérlek szépen a kis minyon, úgyhogy elment földeríteni a terep. Jani! Kutat keres, kávét csinál, takarít, kockacukrot gyűjt össze, WC-t pucol, ő a kis karbantartó ember itt egyébként, megfigyeltem. Tehát éppen most dumáltunk itt az előbb, éppen 4 csészébe volt így belekapaszkodva, tudod, amikor a két ujjadat, a hüvelyk mutatót így belerakod. Összecsipped? Mit csinálsz? Megy mosogatni. Nem mondom, ne mosogass. Hát. De mosogasson, mert az enyémet is elmossa. Ez igaz. Minden reggel én mindig, ja már itt vagy, szevasz, hello. Nem, én mindig leteszem ide a kis... Csak elmosogattam. Pont ezt beszéljük. Én mindig leteszem, Annával kávézunk. Reggel leteszem a kis polcra, és mondom, majd 10 után. De mire kijövök, sosincs ott. Most is ez történt, ha kimennél, akkor nem találnál ott semmit. Igen, elmosogattam meg, hát ezek a popszámok. Basszus, az új Machine Head-en vannak 7 perces számok is, ezek a 3,5 percesek, ezek borzasztó. Meglepő, gyerekek, meglepő, de tényleg. Jaj, gyorsan egy-két közlekedés, aztán akarok mondani gyorsan valamit. Azt mondja, hogy az M3-ason a 140-es könél a kamion, gyerekek, csúnya látvány, azt írja egy hallgató. Belegondolva, hogy átment a másik sávból, a szalakorlát nem ér semmit. És gondoljatok bele, mész nyugodtan a kis családoddal, és egyszer csak a szalakorláton keresztül szemből megérkezik egy kamion. Nem akarok belegondolni se. Hát egyébként ez szörnyű. Elképesztő. Hát és reggel ugye a reakcióidőd azért egy picit gyengébb, mint napközben. Picit álmosan, picit fáradtam még. Picit bóbiskolva, érted, ott vezetsz, egyszer csak eltűnt a sávodba egy hatalmas jármű. Nagyon, nagyon kemény.
Igen, 83-as főúton Győr-Szemrén trafi, Kukori küldte, valamint a Budakeszi úton klasszikus a közlekedés, az autósoknak klassz, a bringásoknak az úton kus. Aha. Aha, hát ez kicsit demagóg, ha lehet így mondani. István küldte ezt nekünk, valószínűleg volt valami összetűzés a bringásokkal. Igen, M3-as Nyíregyháza felé a Gelei pihen után kamion a zárokban, ezt mondtuk. M6-os Pentele híd után Pécs felé kamion tolat a külső sávban. Mi van ma megint? Kamion tolat a külső sávban az autópályán. Ő visszamegy egy pihenőhöz? Hát vagy elvétette, ugye nem akart fölmenni a pályára, és annyi esze meg nincs, hogy egyet tovább menjen. Illetve hát nem is, hogy esze nincs, mert most már venni kell ezt a matricát venni neki. Kell, igen. És lehet, hogy nincs neki. Igen. A gyerekek, az ötödik emberrel találkozom tegnap, nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed, de el kell, hogy mondjam, mert szörnyen szórakoztató egyébként. Tegnap voltam edzeni egy kicsit, és a recepciós lány nagyon helyesen előtte a kórházban egy hölgyike mondja nekem, hogy meglát, és azt mondja, hogy de jó, hogy itthon vagy. És tudod, mondom, ne arra úgy mondom, mert nem is ismerjük egymást, de mondom, ez nagyon jól esik nekem, mondom, köszönöm, hogy aggódtál. Annyira örülök, hogy itthon vagy, és annyira jó. És mondom, figyelj, hogy egyébként miért? Tehát, hogy sose láttuk még egymást, új vagy. Hát azért jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. A harmadik embertől hallom, bemegyek tegnap előtt ugye kórházbejárása, és a nővér, Balázs maga itthon? Hát mondom, ezek szerint mondom, kezi csókolom, és mondom, de jó, hát mondom, anyám nem örült ennyire, csókolom, mondom, ez jól esik. Ja, nem maga, nem úgy, mondja nekem, tudod. Hát, de nagyon őszinte. Nem úgy, Balázs, nem azért, hanem mert végre lesz Szulejmán. Igen. Mondja már el valaki, hogy mi a büdös fene történik ebben a Szulejmánban. Balázs, itthon vagy? Persze, igen, akkor Allah Akbar! Újra nézhetem a műsort. Tegnap a kis csaj még folytatja, hogy olyan vagy, mint Özil. Vagy Nözil. Vagy aha. Nüzil. Aha. Mondom, figyelj, fingom nincs, bár bocsánat, fogalmam nincs, hogy miről beszélsz. Olyan vagy, mint Nözil aha. lányba. Mondom, Nözil? Te meg olyan vagy, mint aki 20 évvel ezelőtt is elkapta. Nem, és kiderült, hogy a Nözil, Özil, Nüzil, uh-huh. Nazin, Nezin, aha. Nüzin, ő egy lány, és hogy én ahhoz hasonlítok. Én azt mondom, hittem, hogy egy nagyon jó labdarúgó. Nem, de már lehet, hogy azzal keverem, valami Nüzin, Müzin, Nüzin, Nüzin, így hívnak valamilyen szereplőt ebben a sorozatban. És mondja, hogy te olyan vagy, de hogy az egy lány. Mondom, figyelj, egyrészt megbántasz, hogy nem nekem örülsz. Kettő, azt mondta, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert ezt három egy nőhöz hasonlítasz. Igen, egy török lányhoz hasonlítasz. És a kegyelemdöfés, figyelj, most jön. Igen. Mondom, szeretnék kérni egy ásványvizet meg egy banánt. Uh-huh. És mondom, azt miért hasonlítok ez a Nüzil, Müzilhez? Aha, hát azért, mert olyan genyó, mint te. Na, mondom, jó, van fizetek? Akkor fizetnék, mondom, egy barán volt, egy víz, meg a kettes pályát lehúztuk, úgyhogy nem kell lehúzni, két órát játszottunk. Figyeljetek, hogy mi ez, amire egy fél ország most rá vagy, hogy jó. Tök mindegy, hogy melyik csatorna vagy, és aztán nem is akarok erről beszélni, három vagy négy ember örült nekem szeretik. Azért, mert végre szeretik. Lesz ez a rohadmányos Szulejmán, illetve minket meg akartak lincselni, uh-huh. és ez kiderült, hogy ez ugye tegnap volt, tehát most beszéltünk róla, mert ma nincs. Visszatér. Őszintén, fogadjunk, hogy Anna nézi. Anna, fogadjunk, hogy nézi. Ne nézd, hogy mindenki. Hát az összes ilyet nézed. Fogadjunk, hogy Szulejmán rajongó vagy, nem? Laci Zsű, itt közülünk senki? Hát. Szerintem ez egy ilyen tipikus ilyen női sorozat. Drága? Fél. Jó? Tehát olyan, mint mondjuk nagyon Ridley Scott Gladiátor, csak Szulejmánba? Én nem nézem, de láttam belőle egy. Ki az a Nüzil? Nüzil, nem Nüzin, tudom. Nüzin, tudod. De hogy nagyon jó van megcsinálva, nagyon szép jelmezek vannak, nagyon jók az arcok, és állandó intrika van. Ez olyan fúrás, hogy mindenki aha. mindenkivel, ja. Tehát az van, hogy neked tudnod kell azt, hogy ő tudja, és hogy én be tudom. És bekemelezik az egész Balkánt, aztán gyerekek, itt voltak 150 évig, nem elég, annyi? Hogy itt voltak 150 évig, és most tényleg ezt nézzük, tehát hogy még mindig ezt sírjuk, hogy ők itt voltak 150 évig. Rengeteget köszönhetünk nekik, egy csomó minaretet, dzsámit, fürdőt, egyébként. A padlizsán térte. Így van, hogy eltűnt például a székesegyházunk Székesfehérváron, amiben 300 éven keresztül temették a magyar királyokat. Csomó pozitív a csontokat. Fura a magyar, hogy 150 évig megszállnak minket, aztán ezt nézzük. Én akkor bizonytalanodtam el teljesen, amikor végleg, amikor beasszony azt mondta ott a kina celebbe, hogy de jó lenne otthon egy forró kakaóval nézni a Szulejmánt. Mondom, hát jó van, akkor nézed, mondom, azt se fogom nézni. Úgyhogy alig várom már, amikor majd levágják az Zrínyit, amikor kirohan. Igen, otthon mi az érdekes benne? Hogy tudod a sztori végét. Igen. Tudod a sztori, a Szulejmánnak tudod a végét. Érted? És mégis nézi. Mégis, hogy az a kíváncsi, hogy mikor, hogy fog meghalni. Vagy de akkor mi? Te se tudod, hogy ki a Nüzin, Müzin, Nüzin. Álltok valami szerelem, tehát ez egy nő, aha. és ez egy rohadt genyó, aha. és ehhez hasonlított tegnap. Akkor ez a tegnap, főnök asszony, a vörös, a kis vörös. Ez a genyó, aki állítólag elmondta a csaj, hogy ez szerelmes abba,
Fordulj meg... csak oldalt egy picit. Aha, szia, Lüdzin vagyok. Lüdzin! Lüdzin! Hello, Lüdzin vagyok. Kiköpött Nunci vagy. Nem kaptad, igen, kikopott Nunci. De nem kaptad meg, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulej Máté. Igen, állandóan hallom. A harmadik ember után azt hittem, tökön szúrom magam. Tudod, és mindig, amikor, hello, te aranyos vagy, köszönöm, tényleg jól esik. Így ja, van. Nem azért, Balázs. Nem, tetszett, csak nem ez, hanem a Szulej. Leszarom, hogy itthon vagy, lesz Szulej Máté. Mondom, de aranyos vagy, de helyes vagy. Na mindegy, úgyhogy. Láttam egy riportot, és a Magyarországon élő török állampolgárok nyilatkoztak benne, és ők úgy gondolják, hogy mi egy testvérnép vagyunk, és hogy ők ezért úgy közelítenek hozzánk, mint testvérekhez, és nem pedig, mint egykori ellenségekhez. Ők másképp látják ezt a török-magyar viszonyt, ahogy mi. Gondoltam is neki, hogy hát, hogyha... Ha ilyenek a testvéreink, akkor mi lehet az ellenséggel? Figyelj, kimész Isztambulba vagy bárhol, mindenki török, azt imádnak. És mondják, hogy mondd azt, hogy zsebemben egy kicsi alma van, mert az ugyanaz törökül ugyanígy kell mondani, aha, mint magyarul. Csak más jelent. Nem, ugyanezt jelent. Érted? És ezek ölelgetnek és örülnek. És az a tesó, nagyon jó. Hogy emlékszel? Mi ez a zsebemben egy kicsi alma, ez mi? Ez ugyanúgy van törökül is, ugyanezt mondod meg magyarul is. Már zsebemben egy kicsi alma van, ezt így mondod törökül is. Ne nyalj már be minden. Ebben egy kicsi alma, egy a kicsi, zseb az zseb, az törökül is zseb. Valami ilyen különbség van. Az alma alma és a kicsi a kicsi? Igen. Ugyanez a mondat, lehet, hogy más jelent. Fogadjunk, hogy Isztambulban voltál, és a bazárba két márványtojást így próbáltak rá beszélni. Nem márványtojást, alkoholról beszélgettünk, de minden. Zsebemben egy kicsi alma, ez így szól törökül is, hogy zsebemben egy kicsi alma. Igen, csak tükött fordításban azt jelenti egyébként magyarul, hogy egyél kutyát reggel ide. De mindegy, de van ilyen mondat. Most, egy csomó szavunk közös. Azt tudom, hát nyilván 150 év alatt megtanultuk tőlük. Nem, hát egy csomó mindent tőlük vettünk át, meg ők is tőlünk. Van egy csomó török eredetű szó, amit ugye magyarnak mondasz, de valóban török eredetű. Ha most hallgat minket egy török kamionos, aki beszél magyarul. És jó irányba halad, jó sávban. Egy török tolmács, egy török nyelven beszélő török tanár. Van ilyen, hogy valaki földrajzot és törököt tanít? Mit tanítasz? Földrajz török tanár lehet, vagyok. Miért nincs földrajz török dögönyözés? Öt görög töröket dögönyöz. 555-55-00, mondja már el nekünk. Nem egy kicsi, sok kicsi alma, bocsánat. Oké, zsebemben sok kicsi alma van. Ez valóban így szól törökül, hogy zsebemben sok kicsi alma van. Hát ez gyerekek, ez szenzációs, én ezt nem tudtam. Nagyon hát jó. Ezt meghallgatnám törökül. Még annak ellenére, hogy ugyanaz, mint magyarul. Honnan tudod te ezt? Kint hallottad? Te voltál Isztambulban, igen. Persze, összebarátkoztunk. Mert megkérdezték a Ferit a bazárban, hogy mi van a zsebedben. Sok kicsi alma van. És a kicsi? Ez valamit ellopott. Mi van a zsebedben? A zsebemben egy kicsi alma van. És nem lehet. Sok nem, figyelj, nem lehet ugyanaz. Tehát lehet, hogy hasonlít mondjuk a kicsi a kicsihez, de nem lehet ugyanaz törökül a kicsi, mint magyarul a kicsi. Kicsi. Így mondják kicsi. Ők is. És az ugyanazt jelenti, hogy ugyanaz, pici, pici, apró, így van, nem nagy. De pontosan így mondja, te nem zsebömbön kicsi, kicsi, zsebömbön kicsi, kicsi, ülmű. Na most már tényleg hívjon fel az a török kamionos, hogy bizonyítsa. Tényleg így van. Figyelj, és mit mondanak még? Hát, Allah Akbar, de mi nem mondjuk például. Valaki írja, hogy fölölgözöl van. Na, tessék, látod, és az is törökül van. Még hogy Anna nem nézed. Makredi vár, már is fiát látja a trónon, saját magát pedig valakinek a helyén, míg Hürem rendületlenül próbálja tartani. Hürem! 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 Ezt mondta, az vagy. Azt mondta, olyan vagy, mint Hürem, mondom, és tudod, kihúztam magam, na, az jó, aha, hát egyrészt lány kettő, akkora genyó, mint te, mondom. Szevasz. Meg vagyok. Hürem, ezt a nevet mondtam. De jó. Mondtam, hogy üzil, de már is, nüzüm, hüzüm, mondtam. Már is mit keres benne? Az nem a mőzgöcsölöd? Van török tanárunk? Török tanár, török kamionsofőr, törökül beszélő magyar földrajztanár, aki arab. Egy török gyroszos. Egy török gyroszos, aki beszél magyarul, és kebabot árul falafellel valahol a körúton. Bárki egyébként. Zsebimbe sok kicsi alma van. Na, ugye? Aha. Zsebemben hát, sok kicsi hát alma van. Hát ez aztán tényleg ugyanaz. Írja valaki, zsebimbe sok kicsi alma jó, van. Jó, persze, most ezért túlkarikírozod. Azt úgy kell mondani, zsebemben sok kicsi alma van. Ugyanaz is, ugyanazt is jelenti. Kicsi. Zsebimbe csak kicsi alma van. Török Mário vagyok, én nem leszek? Jó, kérdezi valaki. De jó lesz. Na mindegy, van egy hallgatónk. Na, meghallgatjuk, hogy mit mond. Hát a török tanár. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Anita vagyok, igen. Anita, hello! Anita. Te törököt tanítasz?
Igen, és Feri jól mondja. Tehát zsebimben csokkicsök elmavár. Ugye, zsebemben tök ugyan. Hát ez egyébként tényleg az, ez zsebimben csokkicsök őcsövá. Ez teljesen ugyanaz, mint hogy zsebemben sok kicsi alma van. De ez kicsit olyan. Nekem olyan volt egy picit, mint egy szolárium reklám a csokkicsóban. Mondd még egyszer. Vannak is a törökök. Hogy mondod? Mondd még egyszer a török. Zsebimben, tehát zsebemben. Sok. Kicsi. Köcsök, ja. Ezt én magamra venném, hogy kicsik. Hagyjuk a személyeskedést, nem, igen. Nem mondunk ilyeneket. Igen. Adásba főleg. Kicsik, mint kicsi, és akkor elma, alma, vár, van. Na, tök aha. Ugyanaz, nem? De tényleg megdöbbentő, tehát tényleg megdöbbentő hasonlóság. Milyen közös szavunk van még? Megfogtuk. Amin úgy egyből látszik, hát azért olyan nagyon sok, nem amire egyből látszik, mondjuk a búza például, azt nem gondolnátok. Igen. És ez nem a 150 év, az még ott Ázsiában, amikor kóricáltunk, meg később. Tehát a hódoltság idején is persze nagyon sok. A búza törökül az búdáj. Tehát, hogy a D meg a Z az azonos lenne, azt, hogy senki nem gondolná, de hogy de. Meg ott van például a piaszter, piactér. Ó, mindenképpen. Elsősorban erre gondoltam. Istenem, igen, ahogy, igen. Ahogy a műveltségét. Hallod, ahogy a bazár, meg a bazár, persze. Na, akkor ennél sokkal fontosabb kérdésünk van. Igaz-e, hogy Gültem és Balázs pontosan ugyanúgy néznek ki? Gültem? Nüzi. Az előbb még Hüremet mondtam. Én nagyon hosszan gondolkodtam, hogy ki lehet az, akire Balázs akár külsőben, akár a belsőleg hasonlít. Ebben a sorozatban így nem tudtam rájönni. Volt egy másik sorozat a kezem alatt, ahol szerintem volt egy szereplő, aki igen, de a Szulejmában nem tudtam beazonosítani, hogy az ki lehet. Anita, ne mondd, hogy te is nézed, ne csináld már. Hát ez jó, neki szakmai. Neki kell. Én szakmailag nézem egyébként, tehát én vagyok a nulladik, a kiinduló hát, pont. Tehát Isten, én írom azt a nyers fordítást, amiből majd... Tényleg? Te fordítod a filmet? Igen, nézik. Igen. Ne csináld. Meg lányom közben sír. Igen. Te neked kell a szinkront csinálni, vagy te felügyeled? Nem, az egy másik. Hogy fordítod a szöveget? Igen, tehát az, hogy el tudjon indulni, igen. Tehát ami hülyeség benne, az tőlem indul, ami jó, azt meg beleírják. De jó. Figyelj, de mi igaz abból, hogy a török színészek megtanultak minden olyan nyelven, legalábbis a szövegüket, amilyen nyelven ők, nekik meg kell szólalniuk ugye a sorozatban. Tehát a németek németül, a magyarok magyarul, ezt írták vele kapcsolatban. Igen, a magyar, nem volt magyar, és úgy emlékszem, hogy ott talán nem, vagy nekem nem tűnt magyarnak, de lehet. A németre konkrétan emlékszem, igen, hogy németül. Németül volt. Jó, hát ez... De miért kellett volna megtanulni? Leszinkronizálják, ezt miért kellett volna megtanulni? Mert állítólag megtanulták a szövegüket az eredeti nyelven, ahogy nekik meg kell szólalniuk, annak megfelelően, hogy milyen szerepet játszanak. És akkor mondták, hogy... Az eredetiben úgy megy, hogy elindul mondjuk a szöveg németül, amikor egy német követ beszél, és akkor a második mondatnál azt átviszik ilyen, átcsúsztatják háttérbe, tehát a törökök, és akkor van előtte a török hang, amit valójában lehet érteni, de akkor, hát még hogyha egy ilyen alámondásos lenne a saját szöveg. Mi lesz a következő részben? Nem mondj semmit, mert kinyírom magam. Én nem akarok egy olyan országban élni, ahol mindenki ezt nézi. Meg kell ölnöm, ha megmondom. Nem, fogalmam nincs, hogy a tévében hol tart. De egyébként a férjemet is ezzel zaklatják. Mi a vége? Jó, figyelj, én a Titanicon is ültem be, gyerekek, beülök, megnézem a filmet, de aki elmondja a végét, azt megölöm. Tehát nagyon mérges leszek, ha elmondjátok, hogy a nagy hajóval mi történik, nem akarom tudni. Aj, Anita, de nem nézed? Hát szakmailag meg kell nézni. Jó. És kinek szurkolsz? Halljátok, mit mondod? Én a török filmi barnak szurkolok. Ki ott az, aki mellettet gögítse? A kislányom. Mekkora? A kis Fatima. 8 hónapos. Igen, a kis Ájse, persze. Mondj valami jót, hogy fény legyen nekem is az alagút végén. Milyen a 8. hónap? Már alszik éjszaka? Hát, bocsi, de ő kezdettől fogva végig aludt. Megszakadta valaki, ne haragudjál, bocsássál meg, elnézést, szakadozik a vonal. Jöttek a fogai, tehát bocsika, én kérek elnézést, tehát ennyi. Figyelj, Balázs, elmondom majd, hogy kell ilyen gyereket csinálni, jó? Már késő, mert már megcsináltál. Szent meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy az első naptól végig aludta az éjszakát, az hazudik, ilyen nincs, tehát ez nincs, ez kamu. Oké, az első két hónapban éjszaka egyszer éjszélkor
0 óra 0 perckor föl kellett emelni. Egyszer. Ennyi. Hogy miért nem ennyi. Szakad rád a plafon? Te hogy hazudsz? Úristen, persze. Egy kéthetes gyerek egyszer fölkelt, majd megszólalt, anya pisilnem kell. Kiment, pisilt egyet, és visszafeküdt aludni. Egyszer. Igen. Atya Isten. Mázlid van. Persze. Mázlid van. Felkelt, ránézett az órára, és visszafeküdt. Igen. Ó, még csak éjfél, akkor még nem kell ennem. Nem, megkérdezte, anya, nem kérsz kávét? Tehát ennyi. Igen, de szerencsések vagytok. Igen. Aha, egyébként igen. Igen. Uh-huh. Na jó van. Jó, Anita, örülünk, hogy telefonáltál. Hogy van a mondat? Még egyszer mondd, léci. Zsebém, de sok kicsik elma vár. Uh-huh. Na, mondjuk ezt nekem valaki a bazáron elmondja, nem nyúlok a zsebemhez, hogy aha. Nekem is van-e sok hogy kicsi alma azért. Tehát, hogy azért nem nyúlok. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, majdnem. Na, mit majdnem? Ugyanaz volt. Zsebemben sok kicsi alma van, tessék. Egyébként egy az egyben. Voltam Isztambulban, gyönyörű hely. Bizony. Gyönyörű hely. De jó. Csak 8 éves voltam, és nem emlékszem semmire. Igen. De visszanéztem a múltkor a családi fotókat. Igen, és Janicsárt akartak nevelni belőle, de a családottól raboltak el. Megpróbáltak eladni. Na mindegy. Hűrem, te. Hűrem, műzim. Remélem nem lövöm le a poént, végül is Szigetvár ostrománál meghal, a szívét ott temetik el, egyébként pedig sokáig nem mondják el senkinek a halálát, úgy viszik vissza, aztán később Isztambulba. És azért nem mondták el a halálát, mert presztízsveszteség lett volna? Nem, mert mentek a sereg, az mentek a seregek, és nem akarták, hogy tudják. Nem ugye? Tett volna jót a morálnak. És mi volt, egy marionett bábú? Vagy... Igen, hát ez Szulejmán, ez az új műsorszám, tudod, egy hónapja halott volt, mint Börn is, tudod, a Hubertus hétvégében. Hogy röhemről köcsögök. Húzd a főnök körjöt, húzd a főnök előre. Nem vitte, most ezt nem akarok viccelni a sztorival, de hogy nem kellett oda egy ember. Tehát a Szulejmán csak kinézett néha a seregre, nem? Hát a fejét kidugták, gondolom. Picit mere volt a tekintete. Nem, hát az volt, hogy összegyűlt a nép ott a téren, és akkor valaki fölvett a Szulejmán ruháját, és elbábozta vele, hogy akkor most pedig megtámadjuk. Most akkor megtámadjuk. Mikor volt? Az 1557? Nagy nem. Vagy. Tessék? Nagy vagy. Viszont én évszámokban nem voltam soha. Túlságosan jó, most nem akarok hülyeséget. Várj, 1552 Eger. Igen. Ugye? Az egyik ostrom, hát mert Egerek még... ostroma volt. Hát igen, a másodiknál elesett. Igen. A doboféle ostrom az akkor volt. Szigetvár, 1567. Nézzük meg. 1557 vagy 1561 gyerekek. Évszámokban jó vagyok. Ez 1567. Lesz. Figyelj, szerintem az van, hogy te évszámokban nagyon jó, hogy én meghozom a sztorit. És keresed a neten. Te évszámokban nagyon jó vagy, én meg minden másban. Miért nem ezt mondtad? Az úgy lett volna. 1567, nem? Igen. Igen, mi? 57 vagy 67? 1567 márciusában sűrű levélváltás ment a bécsi udvar. Gyerekek. Srácok. Gyerekek, mondtam. Na, hogy van a sztori? Évszámukban jó vagyok. Jó van, 7:30 pontosan, 2 perccel. Jövünk Óven bácsival és Beru nénivel. Ha valaki szeretne játszani, akkor jelentkezzen játékra. Várunk friss közlekedési híreket, és mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 1 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis Daft Punk, ugye? Milyen jó klipje volt ennek, nyert egy csomó díjat egyébként. Igen. Ez amikor így mennek körbe-körbe, és ilyen kis piramis lépcsőkön lépkednek körbe-körbe, és ilyen halálfejek, csontvázak mennek folyamatosan, és aki ahova lép, az felvillan az a kocka, és egy ilyen négyzet alakú, vagy egy ilyen kör alakú kis piramison mennek egyre többen, ilyen szaggatott mozgással. Nem emlékszel erre a klipre? Volt az egész. Nálunk egy tudod, mi ment volt? Körbe a tyúkok érted hátul az udvarban. Nem, az nem, nem volt zene tévé. Egy snit, az is jó lett volna. Az és akkor, hogyha kiment a gazda és tyúkszárba lépett, akkor ő is felugrott. Feri jobbra ki, tehén balról be. Ennyi. Igen. Nem mindig elfelejtem, hogy igen. Tehát hogy... nekünk ilyet nem, mert azt se tudjuk, mi az, hogy muzik tévé. Nátok az, aki kérdez, Cigány György. Aki válasz, Horváth Marika. Igen. És milyen jó műsor 66. 66 ráadásul, nem is 67, ahogy mondtam, így van. Köszönjük a helyesítést. Szóval ez egy jó kis dal, és egy jó kis klip, rengeteg díjat nyert maga a klip is. Na, egy helyes kis kezdeményezésről beszélünk pár mondatot. Gyerekek, az ötlet óriási, és kicsit hát sajnáljuk is, hogy nem mi találtuk ki, mert hogy Németországban tesztelnek egy játékot az unatkozó gyalogosoknak, és ezt minél hamarabb át kéne venni, mert imádom. A dolog arról szól, hogy tudjátok, van az átkelő típus, ahol kevés gyalogos megy, sok autó, aha, és ott neked jelezned kell, ha te át akarsz menni. Igen. Ez egy jó rendszer, mert hogy nem vált azért pirosra az autósoknak a lámpa, hogy átmenjen nulla ember a zebrán, hanem ha valaki odér, megnyomod, érzékel, hogy ott vagy, átvált. Kitalálta egy német ember,
hogy milyen jó lenne, ha a kijelző egyik végén állna egy ember, játszhatna egy street pongot a zebra másik oldalán áldugáló emberrel, mert hogy ott ugye te látsz egy kijelzőt, és megnyomod a gombot, hogy te átmennél. És amíg várakozol, ha a másik oldalon is várakozik valaki, ki tudnád hívni egy ilyen kis street pongra, ami arról szól, hogy egy pici videójáték keretén belül, te amíg várakozol, addig le tudod nyomni, mondjuk játszol egy hatos meccset, egy hármas meccset, és most van egyébként, hát tesztelés alatt a dolog, régi Commodore játék, emlékeztek erre? Sőt, ez nem is Commodore videójáték, amikor ilyen pálcikák messzei autón tévéjáték. Ezt így hívják, hogy street pong. Hát most ez a modern kifejezése szerintem. Ugye feltalálták a nevet is hozzá, ami már létezett, de az az. Ez a régi videóton tévéjáték. Zöld volt, ilyen nagyon fura kis tekergetős történet. Imádtam. Nem mondd, hogy nem zseniális. Hát mekkora ötlet. Kihívod az embert, és amíg nem kapod meg a zöld jelzést, addig játszol vele 3 percen keresztül, vagy 2 percen keresztül. Középen találkoztok, egy gyors gratulálok, rohanj meg, nem te nyertél csaltát, tudod, és utána elmentek szépen egymás mellett, vagy ha nagyon kikapsz, akkor megvárod, amíg átjön, vagy ha jó a meccs, játszotok még egyet, és nem mentek át a zebrán. És óriási az megvárja, ahogy zöldet kapnak, akkor a játék leáll, vagy megy tovább, mert ugye nagy kérdés, hogy zöldet kapnak, és annyira belejössz a játékba, hogy közben maradsz játszani. Tik, 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 az autósok hát, ott dudálnak. Ugye? Ott dudálnak, mint az állat. Menjetek már, voltatok meg. Igen, várjatok, mindjárt rekord. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Jó, hát tényleg. Hány olyan ellopott percet, pillanatod van, amit jó lenne így kitölteni valamivel, nem? És hogy valamit csináljál. Hát mennyi mindent lehetne csinálni egy ilyen zebrán, tényleg, vagy az átkelőnél? Hát vagy a két oszlop között egy ilyen 3 méter magasan ki lenne feszítve két drótkötél, és hogyha egy Via Ferrata szedben mennél oda az átkelőhöz, akkor gyakorlatilag felkapaszkodnál rajta, és mint egy ilyen kalandparkon szépen átoldalaznál a másik oldalra. A másik végén lekapcsolnád magad, azt kész. Igen. Nem? Vagy milyen menő lenne, ki lehetne feszíteni egy hálót, lenne egy-egy tollasütő, egy berakva egy ilyen kis állmány, kivenni, tollasoznál egyet, megkapnál a zöldjelzést, visszadobnál és mennél. Nem? De hogy emberek ezen gondolkodnak, hogy mit lehetne kitalálni, miközben állsz a pirosnál. De valószínűleg egy saját ötlet. Igen. Hogy ő is sokat állt a pirosnál. De azt nem tudom, mennyire izgalmas 10-szerre is ugyanazt a street pongot játszani. Szerintem tök jó. Az ellenfél valószínűleg más, tehát nem ugyanaz. Mindig más ember. Igen, mindig más ember tudsz kihívni. Szerintem ez marha nagy dolog. Nagyon jó ötlet. És a tenisz is, mert ott ráadásul akár tenisz, akár tollas, mert ugye a háló, az pont párhuzamos lenne az úttesttel, tehát a kocsik a háló két oldalán el is tudnak menni. Ott megint ott tudsz maradni. Érted, amíg piros a lámpa, vagy zöld a lámpa, tök mindegy. A különböző átkelőknek a bajnokai, ezek így összejönnének. Hogyha nálunk lenne, akkor például lehetne, mit tudom, a Madarász utcai bajnok kihívnál az Iparosít utcai bajnok. Zseniális lenne. De már tovább gondoltam a dolgot, hány olyan játék van, amit erre föl tudnál installálni, nem? Tehát választhatnám, mert ez így túl egyszerű, csak street pong. Tehát lenne például street pong, lenne egy kőpapírolló, 3 grafikont kell mutatnod. Ráixelsz, hogy melyiket kéred. Ők mindegyiknek megvan a jele. És játszhatnál a másik oldalt, ugyanúgy két ember játszik, és ugyanúgy le tudnád játszani. De nem kell hozzá elektronika, gyerekek, vezessük be Magyarországon. Most akár valaki, figyelj, de tényleg, mert ez nálunk azért nem lesz, mert el fogják lopni a street pongot. Az baj, le fogják szerelni. Érted? Az egységet, igen. Analóg játék lesz, átkiabálsz a másik oldalra, egy kőpapírolló, jöhet! Kőpapír, és akkor mutatjátok. Hát, vagy mondod. Hát igen. És kétszer kikapsz, akkor a középsúlyod. És azt látod, hogy Budapesten emberek verekednek a zebrán. Nem nyertél. De nem így van, például ezt is be lehetne vezetni. Kis grafikonon megcsinálnád, kiválasztanád, hogy melyiket nyomod be, és tudnál kőpapírollózni. Hát ez is egy zseniális. Teljesen rendben van. Én szeretem, ha valakinek így jár az esze, hogy a teljesen haszontalan időt megpróbálja valahogy kitölteni. És csak az mehet át, aki nyert. Csak az mehet, ez már nehezített pálya lenne. Mit lehetne még játszani? Gyorsan ötleteljünk egy kicsit, hát ezt itt valaki megcsinálja. Lehet, például amőbázni is, az is jó, kapnál egy kis rácsot Commodore 64-es grafikával, érintő képernyővel, ahova te teszed a kezed, oda rajzolja a kört, ahova a másik teszi, rajzol egy X-et. 5 perc alatt lejátszol egy amőbát, 4-et kiraksz egymás mellé, vagy 5-öt, nem tudom, mi a pontos szabály az amőbának, akkor nyertél. Igen. Kész, megkapod a zöld jelzést, átmehet. Hát vagy egy malommal, vagy sakkal azért kicsit az hosszabb idő elmenne. Hát a sakk azért az igen, látnak két embert, hogy ülne egy széken a kereszteződésnél, igen, és nagyon gondolkodnak. A francba. Igen, a rohadt életben. Én a szecskába imádom a sakkozókat, akik ülnek a meleg vízbe. Hát azok zseniálisak. És elúszik a tábla balra. Figyelj, tehát egy jó torpedó, tényleg, az torpedó, az egy az kicsit egyszerűbb szerintem, mint a sok, egy sokkal egyszerűbb, valljuk őszintén, és az például egy nagyon élvezetes játék.
Az is jó lehetne. Én a Torpedót az, hogy csak úgy szeretem, a Dévényi Tibi bácsi van a másik oldalon. Aha. Hát akkor ott állna egész. Tibi bácsi. Ő vele torpedóztál, ugye? Az volt. Van letölthető a műben. De jó. Akasztófázni is lehetne. Az mi volt? Az, nem az akasztófa, hogy kitaláltál egy bizonyos szót, fölraktál annyi vonalat egy papírlapra, ahány betűből állt, ja, és a másiknak kellett találgatni. Ha nem talált bele a betűbe, akkor az akasztófa egyik ágát megrajzolt. Egy nagyon barátságos játék. Igen, jó üzenete van. Nem találtad ki, hogy hívják, hogy mit tudom, Miskolc, akkor felakasztottad magad. Igen. És 8-10 éves gyerekeként is emlékszem, azt jelentettek, hogy fölakasztottad aranykát, és ott lógott. De csak mindig ilyen pálcika emberek lógtak, mert nem tudtál ugye más rajzolni, nem? Helyet rajzoltál. Figyeljetek, ez egy jó ötlet. Azt mondják egyébként, hogy tesztelik, mert hogy az arra kíváncsiak, hogy a 4 hét teszt után ráunnak-e a gyalogosok, vagy hosszú távon is megéri-e kint hagyni. Uh-huh. Állítólag már Oszló is bejelentkezett, hogy szívesen kipróbálnák ezt a játékot, tehát hogy ők ezt feltelepítenék. Magyarországon még vannak ezek a nyomósok, elég rossz állapotban vannak. Tolókapcsolót kell valahogy meg... Sárga, nem, azért de... sokfajta van. Tehát, szörnyű, de a sárgára emlékszem, van igen. Van egy sárga, és ott nem gomb van az alján, hanem valahogy hülyén a dobozból kialakítottak egy ilyen kallantyús részt, azt megnyomod, és pirossal, és kiírja, várjon. Figyelj, sokfajta van. Nem mehetek át. Sokfajta van, én nem nagyon hiszek benne, hogy ezek működnek is. Ja, hogy jelzi is a lámpa felé, hogy ott vársz. Hát, én automatikusan mindig, amikor oda megyek, akkor megnyomom, de nem hiszek benne, hogy... Próbáld ki, hogy nem nyomod meg, ha egyedül vagy, hogy ott állsz fél napig. Ott. Hát ott, persze, ő nem érzékeli. Nem, hát az arról szól, hogy az autósoknak ne kelljen megállni. Aha. Tehát az arra szól, hogy ha te odaérkezel, és 10 percenként megy át egy ember, akkor neked ne az üres zebra előtt kelljen állni autósként, hanem hogy akkor te 10 percig nyugodtan mehessél, és akkor megjön Aranka néni, megnyomja, és próbáld ki, egy fél percemből egyébként megkapod a zöldet. Na várjál, de az van, hogy a tudományos kísérlethez úgy kell mennetek, hogy Mónika is menjen, ő álljon meg a másik oldalon. Igen? És akkor, ha bárki oda akar jönni megnyomni a gombot, akkor mondjátok, hogy ez egy kísérlet. Megpróbáljuk kipróbálni. Igen, ez nagyon jó. Brit tudósok vagyunk, ma nem nyomjuk meg a gombot, hogy mennyi idő után lesz zöld a gyalogosoknak. Ez szerintem tök aranyos. Nekem az a bajom ezzel, hogy ez ilyen elektronika, és az elektronika az előbb-utóbb elromlik, tönkre megy, beázik, akármi. Ez ilyen manuálisra kellene ezt a dolgot formálni, olyanra például, amilyen nálunk is volt, nálunk mondom, így hát 6 hétig éltünk kint, Afrikában ugye a sorompa előtt ezek a kis karmok így följöttek, és hogyha áthajtottál rajtuk, akkor lett egy 4-es dúra defekted. És akkor ezt így kellene megnyomod a gombot, és akkor ott nálunk, mit tudom én, a béketér magasságában. Följönnek ezek a kis karmok, és akkor iszonyatos fénycsikorgás, hogy mindenki megálltod, és átgyalogolsz, és másik oldalon megnyomod, és szépen eltűnnek megint a karmok, nem? Igen. Az is egy jó játék lenne. Az az lenne. Nadrág vagy ilyen barna? Az nadrág. Ja, nadrág. Uh-huh. Örülök, hogy észrevettétek. Csak egy időjárás jelentő hölgyet nézünk, és nem tudtam eldönteni, hogy a combjait látjuk, vagy ennyire barna. Na jó, van, ide valaki, és nagyon jó az ötlet, hogy a MÁV is kitalálhatna ilyesmit. Lenne mivel elütni az időt, míg várják az emberek a késő vonatokat. Hát kutya kötelessége lenne a MÁV-nak egyébként ennyi késés után, ugye kiszámolták, hogy egy évben valami 3 millió percet késik a magyar MÁV, ugye ezt az index, vagy 444, nem is tudom, valakik ezt kiszámolták. Hogy milyen jó lenne, ha telepítenének legalább egy ilyet minden megállóban. Igen, hát igen, hogy csak 300-an várnak, tudod? Tessék? Csak 300-an várnak. Hát menjék ki korán, hogy szabad legyen a Commodore. Állják ki a megállóba. És a szemben lévő peronnal játszaná? Ott is állnak, itt is állnak. De tudod. Kivel? Eva peronnal? Na jó. Szerintem is jó. Nagyon jó. Na jó, van. Gyerekek, a kőpapírról nekem tetszik. Csináljuk azt, hogy reggel 10-ig. Vagy lehet ez egy egész napos mozgalom. Minden gyalogos az azért nem jó, mert nem tudod lekommunikálni. Minden autós, aki autóban ül, nézzen át a másik oldalra, aki beáll mellé. Dudáljon át neki, és hívja ki egy darab kőpapírollóra. Jó, a pirosnál állt. A pirosnál állt, legyen ez már egy ilyen nagy mozgalom, nézzük meg, hogy a magyar emberben van-e még játékosság. Ez egy tudományos kísérlet. 10 óráig várjuk az SMS-eket, és utána majd egész nap. Holnap pedig visszatérünk rá, hogy hányan néztek át, hányan nem néztek át, átmosolygott-e valaki, belementek-e a játékba, nem mentek bele, hajlandó volt-e a szomszéd autós kőpapírólót játszani. Értették. Jó ötlet, amit mondtál fel. Átkiabálsz, hogy kőpapíróló, mehet. Átdudálsz, kőpapíróló, 1-2-3, ugye 3 karlendítés, és utána mutatod. Lehet, hogy ne a középső ujjadat, és utána padlógálsz, hanem próbálj kőpapíróló. Nézzük meg, hogy a magyar emberben van-e még ilyen típusú játékosság. Jó? Írjatok nekünk, hogy sikerült-e. Nyilván nagyon sok nő azt fogja gondolni, hogy csajozni akartok, néhányan elfordítják a fejüket, néhányan mundokok lesznek, de hát ha ez még benne van, játszom mindenki,
ismeretlenül kőpapírról. Csak az autósok, vagy kihívhatod a villamoson, tömegközlekedésen, vonaton, megállod, bárhol. Legyen bárki, legyen a játék. Jó. Engem hazafelé bárki megállít, hogy toljunk egy kőpapírólót, én játszok vele egyet. Jó. Na, legyen ez, kíváncsi vagyok, hogy mert ha van a magyarokban még ilyen típusú játékosság, és itt nem tényleg mindenki mindenkinek farkassa, búskomor, leszegett feje jár, amit mondanak sokan rólunk, akkor bejelentkezünk erre a videójátékra, hogy kérünk ki ilyet mi is, mert hogy van bennünk még játékosság. Jó? És kérjük ide valahova közelbe. Nem kell a mocskos fogat videójátéka. Ott van nekünk a sajátunk. Ott van nekünk a saját kézi kőpapírollónk. Jó. Na jól van, oké, kipróbáljuk akkor ezt a kísérletet. Jó, most pedig Óven bácsival és igen, Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Gyerekek, ez csak az én fülemben volt torz, vagy ez torz volt? Ez torz kicsit volt. Torz volt? De mi nem volt túltolva. Ez picit torz volt. Ez torz? Torzó? Korzó? Mit? De hallottad? Hűha! Torzó? Hát biztos levágtak a végéből egy kicsit azért nagyon, torzó. Nagyon furán szólt. A Beru néni miért ebben gondolkodtál ennyire el? Ők is válnak, vagy... Óven bácsi? Óven bácsi és... Nem találtam. Ja. Vannak dolgok, amiket még nem találok. Valamik együtt van? Nincsen? Kicsit elkeveredtem, mint a sok gomb között. Halló, jó reggel! Sziasztok! Jó reggel! Hello! Hogy hívnak? Timi vagyok. Timi? Na, gyorsan egy kőpapírolló, gondolj valamire. Most, gondolj valamire. Jó, gondoltam. Mire gondoltál? Olló. Én nyertem. De rossz. Jó, 1-0 ide. Ilyet kéne játszolni. Ja. Figyelj, hogy hoznánk ajtet? Mondjátok egyszerre. Figyelj, én csak számolok. 1-2-3. Olló. Jó, de nem egyszerre. Figyelj, egyszerre mondjátok. 1-2-3. Papír. Kő. Oké, a Balázs nyert! Ennyi volt. Honnan beszélsz, hogy ilyen lassan ér oda a hang? Timi, tényleg honnan hívtál minket? Kispestről telefonálok. Kispestről? Kispestről. Igen. Nagyon jó. A 50-es villamos vonalát én is jól ismerem, de sajnos Janit még sose láttam. Mm-hmm. Én látom, minden nap nem sokat vesztettem. Ja, ugyanolyan szép, ugyanolyan szép, mint minden reggel egyébként. Jó, játszol majd te is, Timi, egy kőpapírollót valakivel ma? Persze. Jó, jó, mindenképp. Jó, ez már egy ilyen nagy kísérlet, hogy játszik-e még a magyar. Jó, mindenképpen. Milyen tudományos nevet adtam neki, nem? Igen, játszik-e jó. Még a magyar? Ez jó? De jó, hát kicsit olyan közszolgálat is, de már látom lelki szemével, hogy Csiszár Jenő megjelent, és azt mondja, hogy jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a játszik-e még a magyar? Üdvözlöm, kedves kollégámat, Jakub Cseh Gabriele. Ja, igen, igen, magyar, igen. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Jaj, jó. Nem, ez már koncert, csak kortárs. Na, jön egy részlet, figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Lie, da, 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 da. Ó, hát ez nagyon rövid volt. Ó. Jön még egyszer. Jó. Lie, da, 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 da. Hát egyelőre nem ugrik be. Próbálok itt nézni a segítségemre. Neked se? Neki se? Ki segít? Hát a nővérem, mert megmondtam őszintén, ha ennyit el lehet árulni, hogy ma van a 25. születésnapom, úgyhogy most így mindenki itthon maradt, hogy segítsen, hogy ráfeszüljön a rádióra, úgyhogy várom mindenhonnan az információkat, de egyelőre még senki. Hát semmi. Utoljára mutatjuk, figyelj! Jó. Lie, da, 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 da. Pedig annyira könnyű. Vagy magyar, vagy külföldi, azt lehet tudni esetleg? Külföldi. Jó, rendben, kivettük a bögrét, és akkor mutatunk egy hosszabb verziót, erről be fog ugrani, figyelj! Lie, da, 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 da. Úgy fogsz magadra haragudni. Hát, valószínű. Valami ötlet? Úgy, ez az alapzajtól valami koncerteleme vagy, aki meg akarok ölni mindenkit. Az. Ugye, hát, hogy olyan? Kezdje már el a zenekar, mert ettől a hangolástól megörülök, nem? Ez a kezd már el. Senki nem tud itt zenélni, mit gyakorol. Gyerekek, valaki kezdje el, valaki számoljon be. Semmi? Kérdezhetek. Na. Hát esetleg Frank Sinatra merült fel itt nálunk. Ó, végre! Ezt hogy? Nagyon jók vagytok. Jaj, de jó. Világban. Hát az túlzás, de... Azaz. Na jól van. Szuper, köszönöm szépen. Ez mindenki, aki énekel vagy zenél, szereti ezt a dalt, és szerintem... Csak te gyűlölöd, mi? Bocsánat, én nagyon... a világból ki lehet üldözni. Timi, bögre nélküli ajándékcsomagot adunk neked, jó? Jó, köszönöm
szuper, nagyon szépen köszönöm. Most ma van a 25. szülinapja. Így van. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Értem. Tévi, boldog szülinapot, küldjük neked, jó? Köszönöm szépen, jó, sziasztok. Ciao, hello, hello. Azért nem szeretem, mert nem tudsz vele azonosulni, mert New York, de hogyha mondjuk, mit tudom én, Érd lenne. török bálint, igen. Ó, Buda. Ne felejtsétek el a kőpapír olló játékot, írjatok SMS-t, hogy ki nyert, ki nézett át, ki nem nézett át, játszik-e a magyar, jó? Ez a... De jó, rossz. Jani, de tényleg ez annyira rossz, hogy ez jó, hidd el. Ez a műsor lesz. Játszik-e a magyar? Ez az M1 slágere lesz pár hónap múlva. Tudományos kicsérlet a Klassz FM-en. Aki kérdez, Cigány György. 8 óra múlt 2 perccel jövünk a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 16 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello! Drága Morning Show hallgatók, a mi kis családunk, a mi kis barátaink, szeretteink, mint egy nagy család, ugye olyanok vagyunk. Hát elképesztő, ugye elindítottunk egy nagyon tudományos kísérletet, és szerintem azok, akik a tudományban dolgoznak és a tudomány világában élnek, abszolút tudják igazolni, hogy a dolog reprezentatív, fontos. A nap kérdése, játszik-e a magyar? Játszik-e a magyar? Játszik-e a magyar? A dolog lényege, ugye? Nem megyen főműsoridőben fél év múlva. Igen, játszik el magyar. A dolog lényege, hogy ma kísérleti jelleggel mindenki kihívhat valakit, ha áll a piros lámpánál. Ugye autóval csak és kizárólag szigorúan akkor, ha piros lámpánál áll, vezetés közben nyilván nem, és erre nem is buzdítunk senkit. Ha áll a piros lámpánál, hívjon ki valakit kőpapír ollóra. Megnézzük a magyar természete mennyire játékos. Elküldi az anyjába, játszik vele, mosolyog, átdudál, verekedni akar, ha X6-ban vagy Audiban ül, azt gondolja, hogy a csajával kezdte ki, vagy pedig benne van. A játék lényege, dudálj át, és hívd ki az autós társadat egy kőpapír ollóra. Játszhatsz a liftben, a zebrán, a munkahelyeden, bárhol, de leginkább ugye a közlekedésben résztvevők azok, akik piros lámpánál állnak, mert ugye ha a liftben állsz, meg tudod beszélni, hogy figyelj, a Janiék mondták, a Morning Show-ba játszunk egyet, az nem jó. Ismeretlenül átdudálsz, kőpapír olló, csak ráznod kell az öklődet, egy picit az eleje félre érthető, de utána mit csinál a magyar, játszik-e? A korteremben. Hát, például, Valbél, Vesekő, kőpapírolló, jöhet. Szenzációs SMS-ek, rögtön szemezgetünk belőle, előtte egy-két közlekedés, nincs megnyitva az M3-as, hiába mondjátok. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Bajas Hold között az 51-es főút tiszta, napfényes és lézermentes, ezt Feri Eregy küldte nekünk. Farádon trafia szokott autóval a megszokott helyen. 83-as út Győrszemre trafi, a tét felüljövőket mérik, fekete bika küldte nekünk. Nagy Lajos Király útja, Tököli út kereszteződésében nem működnek a lámpák. Üzeni Perec, aztán az M2-esen Budapest felé a Gödi felhajtótól a szokásos reggeli torlódás, de most nem vészes, Gyurgyalag. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Budakeszi úton klasszikus a közlekedés, és trafi van az Zirc táblánál, a vasútállomásnál, méghozzá Veszprém felől érkezőket mérik, Fehér Fábia bólintott is, Galaxis Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na és azok ezért a kedvéért mondjuk, akik reggel nem hallottak minket 6 óra magasságában, hogy új tartalmak vannak fönt az Instagram oldalunkon. Mindenképpen érdemes megnézni néhány kicsit a múltba hajló, nosztalgikus hangvételű kép a Cele vagyokról, illetve Mamma és én. Az útról visszafelé. Mindenképpen érdemes megnézni a képet. Mi a cél ma? 15K? 14-2-nél vagyunk most. Tehát emelkedik, masszívan emelkedik, és hát ezzel párhuzamosan remélem, hogy a Facebook oldalunkat is minél többen fogják látni. Az Instagram közönségünk és az Instagram közösségünk kicsit bensőségesebb, kicsit más típusú képek, kicsit személyesebb, kevesen vagyunk. Nem is akarunk nagyon sokan lenni, ha elérünk egy bűvös számot, letiltjuk magunkat. Illetve egy kicsit nem. De ott ugye létezik az Instagram, a Facebookra minden nap posztolunk, rengeteg fotót fölteszünk, az Instagram egy kicsit más, nem csak azért, mert teljesen öncélúak a képek, mert én kezelem, hanem ott egy ilyen nagyon törékeny, nagyon kis finom baráti társaság alakulgat, és kevesen vagyunk, de ez így szerethető. Egyébként 14 ezeren, ami ó, őrületes szám, 5 ezeren kezdtük.
Az egy nagyobb család. Alig két hónap alatt felhúztad. Figyelj, egy jobb esküvőn ennyien vannak. Tehát, hogy igen, vagy egy magyar meccsen sincsenek ennyien, ha büszkék szeretnének. Akarunk rá lenni, ugye, hogy hallgatói. Szeretnének, és reggel még 13.9K volt, most már 14.2K, úgyhogy azért. Na, játszik-e a magyar? Kísérletünk zajlik, csak egy-két SMS, nem, hogy nem mi történt. Nem így kell mondani. Játszik-e a magyar? Tudományos kísérlet a Morning Show-ban. Ricsi vagyok, kipróbáltam a piros lámpánál, működik, csak zöldjelzésig nem tudtuk eldönteni, ki nyert, így tovább játszottunk, nagy dudálás lett a vége, majd pofán is vertek. Ricsi írja, nyilván humorizál, menet közben senki ne játsza. Balázs, a kőpapír róló miatt majdnem meglincseltek a pirosnál. De félreértik az emberek? Én megpróbáltam, dudáltam, meglengettem a kezemet a mellettem álló mergyósnak, az meg lehúzta az ablakot és kiszólt. Mit akarsz, kis köcsöd? Nem játszik a magyar? Akkor nem játszik a magyar. Nem játszik a magyar. Nem hiszitek el, piros lámpa, ablak le, átnézek, gáz, fröccs, rádió fel, épp mondjátok, hogy próbálják ki az autósok, erre a faszit kiszól, hogy felejtsd el, az előző lámpánál már háromszor kikaptam. Azóta szakadok, ez Ádám küldte nekünk. Na, ez jó. Nézek át mellettem álló kocsiba, egy szőkére mutatom, hogy játszunk-e, de a pasiának nem nagyon tetszik. Csiga, üzente nekünk. Én már 5 rohadt hosszú piros lámpát mosolyogtam végig Debrecenbe, de semmi. Egy fickó kiszállt ellenőrizni a fényszóróit, egyelőre ennyi, ezt Kinga küldte nekünk. Mutattam egy kőt, illetve nyilván úgy akart, hogy mutattam egy követ a mellettem álló Audisnak, azóta követ és mutogat, hogy álljak meg. Mit csináljak? Mondja el. Mutass neki egy ollót. Hát gyerekek, nem játszik a magyar. Nem, egyelőre nem. Aha. Gyerekek, a csepeliek óriásiak. Itt mindenki játsza. Valta küldte nekünk. Köszönjük szépen. A dugóban kérdeztem a mellettem lévő áldogáló kocsis lévő hölgytől, kőpapír, olló, mire a válasz, köszönöm, nem kell semmi. Most nyertem? Kérdezi Jocek. Jól kitaláltátok, az M0-áson Diósnál két kamionos menet közben egymás mellett kőpapír ollózik. Azt nem szabad. Azt nem szabad. Gyerekek, két pirosnál álltam meg eddig, és veretlen vagyok. Na, te vagy a király, és akkor játszik a magyar. És akkor játszik a magyar, ugye? Na, piros lámpánál kell csak kihívni az ellenfelet, és megnézni, hogy mi történik. Jó? Az előbb átnéztem a konyhából a nappalimba, a tesómra, háromszor ugyanaz, majd én nyertem. Ezt Dávid küldte nekünk. Megállítottak a rendőrök, ők is hajlandóak voltak játszani, de ők nyertek. Kérdezi valaki, Mr. Puliszka, gyerekek, itt van. Hát nem, felejtjük el. Kőpapír ollózik odakint. Igen, csak kint agyonvert a büfést. A rendőrök csak papírt kérnek. Na, jó van. Szóval játsszátok, és küldjetek el nekünk a tapasztalatokat. Mi pedig folytatjuk, mert ott csütörtök van, és ez ugye azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk Mr. Puliszka. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Én manipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezem, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok! Szevasz, Gábor! Ez fantasztikus, hogy így személyesen találkozunk. Ugye? Jaj, de úgy örülök, hogy itt vagy, már az előbb kimentem, és kicsit körbe szimatoltalak. Jól vagy? Igen, egy picit csalódtam, mert azt hittem, hogy ilyen disznóságok fognak itt várni, tehát hurka, kolbász, de épp Feri mondta, hogy ez tegnap volt. Tegnap. Letudtuk, nem akartunk stresszelni, Gábor, hogy van egy jó élet is, tudod? Ugye, tegnap Feri nekünk olyan reggelit rittyentett, hogy szerintem te bepisiltél volna a gyönyörűségtől. Tele volt minden állati fehérjével. Tudom, hogy te nagy állati fehérje fogyasztó vagy, ezért mondom. Figyelj, a sajt, a felvágott, a házi kolbász, mit hoztál, különböző krémek, vajkrémek, sajtok voltak. Sajtok. Szerintem itt kiugrottál volna az ablakon. Szarvasgombás sajt, jusajt, nekem külön hozott egy pápusztait.
Hát én lelkileg készültem erre a mai reggelre, ezért most jól bírom. Viszont egy sütemény árválkodik kint félig megkezdve. Én beleharaptam a tegnapi tortába, de csak egy harapásig jutottam. Tegnap volt 5 éves a rádió, és azt ünnepeltük. Értem. És gondoltam, megleplek egy ilyen kis félig megharapott tortával, de nem és láttam. És ilyenkor az emésztőrendszeretek hogy bírja? Jól. Ezeket? Jól? Hát mi a baj vele? Elég sok volt az állati fehérje itt tegnap, és akkor most gondolom egy picit elsavasodtatok. Nem. Érdekes, én nem érzek. Kéne valamit éreznem? Én nem érzem, mondjuk. Nem savasodsz. Tessék? Nem savasodsz. Nem érzi, hogy pezseg belül értek, marja a belsőbe. Nem. Viszont azt meg szeretném kérdezni tőletek, hogy a legelső étel, amikor hazajöttetek, fogyasztottatok, az mi volt? Tehát hazaértetek, mi volt az első gondolat? Mit fogtok most csinálni? Tehát, az nem étel volt. Igen, szörnyű dolgokat műveltünk, Gábor, de neked a legvadabb álmaidban se fordul elő, amit én a feleségemmel csináltam. Tehát azt láttad volna, azt nem arra, hiszed el. Mit tettem inkább. Ne beszéljünk korán. Szerintem te ilyet, az étkezésre de faltam. Ilyet még nem is láttál, Gábor, hogy mi mit csináltunk a feleségünkkel. Mi volt az első? Nekem a Viki lecsót csinált és húslevest. Bűnöztem ezzel nagyon, hogy halott állatok levét ettem meg húsleves formájában? Halott állatok levét. Halott állatokat áztattunk lében, ezt felmelegítettük és megettük, és talán egy lecsót csinált. Jó, de a lecsó növény. A lecsó jó, nem? Igen, a lecsó az mindenképpen jó. A Jani meg a nevéhez illően ugye abszolút azt tette, ami neki való, te jó parasztarhonyával. Így van, egy jó parasztarhonyát, gomba pörköltel. Az jó? Az mindenképpen azt gondolom, hogy jó, a gombapörkölt az pláne, és Feri, gondolom te... Hát én már nem is emlékszem, hogy mikor hazajöttem. Ugye ő csak 2 hetet volt kint. Hát... Ja, tudod, mit kértem? A rakott krumplit. Azt tettem, sok kolbásszal, meg még egy kis kolbásszal. De neked ki csinálta meg, ha te nem főzöd magadnak? A béka. Mert, igen. Nem, persze. Tudod, beengedted a konyhába? Persze, hogyha nem vagyok otthon, bemer menni. Én azt hittem, az így zajlott, hogy Feri leszállt a repülőről, majd megkérdezte, mit ennél Feri? Hát, ennék egy jó kis rakott krumplit. Kérdezte magától Feri. Majd hazamentem és megcsináltam. Nagyon ügyes vagy, Feri. Hazamentél és megcsináltad. Szóval béka megcsinálta neked. Jól főz egyébként, csak nincs rá szükség. De leveszi a cipőjét, mielőtt bemegy a konyhába, és meghajol, mintha a dojóba menne be. Miért kérdezett, Gábor, bűnöztünk nagyon ezzel? Igazából ezt csak egy azért kérdeztem, mert érdekel ennek a pszichológiája, hogy amikor az ember hosszú időt tölt külföldön, Afrikában, akkor mi történik vele, amikor hazajön? Tehát ugye az időjárás is teljesen más, gondolom a habitus is más kint, mint itthon, az ételek is más, akkor kint sok zapkását ettetek, hallom, vagy hallottam, beszéltük. De inkább egyébként a hangulat más, tök más. Tehát ennyi leszegett fejű ember, hogy elszoksz tőle. Tehát, hogy nagyon sok közintézményben voltam most az elmúlt pár napban, ügyeket intézni, stb. Tehát ennyi önmagába fordult, leszegett fejű, mosolytalan ember, ez egész egyszerűen dermesztő. És nem hiszem, hogy az anyagi okok miatt, mert ott sem túlságosan nagy okuk arra. És mosolyognak, árad ott is belőlük valami olyan életszeretet, ami itt kihalófélben van, hogy ezt most kiölik belőlünk, vagy ez egy mentalitásbeli kérdés, és nem hagyjuk, hogy ez eluralkodjon rajtunk, nem tudom. Szerintem sok minden tényező függ össze. De ami a legdermesztőbb, az a fajta hangulat, ami itthon van. Tehát beszállsz egy liftbe, elmész ügyeket intézni, hogy senki nem tart szemkontaktus, senki nem mosolyog, nagyon nem köszön, nem nézel. Én nem tudom, hogy ezt érezte, de engem ez annyira melbevágott 6 hét után, Jani, hogy ott kint pedig lehet, hogy csupán azért, mert állandóan süt a nap, és ez már okoz egy olyan D-vitamin töbletet, de hogy elképesztő az a hangulat, ami itthon van. Szóval egyszerűen nagyon, nagyon szomorú, dermesztő. Aklimatizálódni kellett. Igen, és 1 hét után, ha elmész nyaralni, akkor arra fogod, hogy nyaraltál, persze ott minden más. De 6 hétig azért nem nyaraltunk, dolgoztunk nagyon sokat, mégis átragad valami olyan, ami egyszerűen itt kihalóban van és eltűnőben. És ez rettenetesen ijesztő. És szomorú egyébként. De megláttam, hogy néznek rád az emberek. Tehát amikor megjelentünk Balázsjal, a lándzsáinkkal, a fűszoknyával, az orkarikákkal. Igen. És mindenki nézett, és fura volt nekünk, mert hát mi ehhez szoktunk hozzá. Nem, pont tegnap mondtam a Vikinek, hogy de jó lenne, csak 3 ember visszamosolyogna. És nem, én nem úgy járok, mint egy ilyen hülye, hogy mindenki és ebből vigyorgok. 2 ti lennétek, Viki. Nem, tényleg, szóval, hogy nagyon hülye hangulat van itthon. Sok oka van ennek nyilván. Én azért azt gondolom, hogy nektek azért mindezek mellett hasznos volna egy kis savanyúkáposzta, és egy kis céklalé is, mert ugye az a húsos étkezés, amire itt lehet, hogy rá szoktok, vagy kicsit többet fogtok enni, ugye az ne nélkülözze azért az antioxidánsokat. Tehát én egy céklalékúrát mindenképp a húsleves mellé, vagy azokon a napokon, Balázs, amikor ilyeneket fogyasztasz. Esetleg, ha Jani betéved egy cukrászdába, akkor azért mellette egy kis paradicsomlevet. Én máshol szoktam betévedni, Gábor.
Én a cukrászdákban élek. Igen, tehát János nem véletlen szőrem egy cukrászdában, nem céltudatosan, igen, de 40-45 kiló fehér cukrot ezik meg egy évben egyébként. Figyelj, de hogy a céklalé lugosít azért, hogy lugosodjunk? Igen. Vagy a paradicsomlé? Azt még igen. Tudom, hogy tele van likopinnal, az jó, de a céklalé is? Igen, egyébként ténylegesen, mert meggyőződésem, hogy itt, tehát hogy hazajöttetek, itt kevesebb a napos órák száma, valószínűleg egy picit több fehérjét, állati fehérjét fogtok enni, ez szinte természetes, és ennek kapcsán savak fognak képződni, hát több sav a szervezetetekben. Hát érdemes a párolt zöldségekre, a levekre, a lucerna csírára, a búza csírára nagyobb hangsúlyt helyezni. Ezt komolyan mondom, egyébként meggyőződésem az is, hogy Magyarországon a hangulat, az általános közhangulat, amiről beszéltél is, és a táplálkozás, tehát a zsíros, cukros táplálkozás, a kevés folyadékbevitel között összefüggés van. De miért a cukor, például Jani szerintem meggyőződésem, hogy hangulatfokozónak is eszi, tehát ez egy masszív addikció, hogy bemegy, és maga a cukor, az édes élmény, az ad egy pozitív töbletet, ami aztán nyilván kiürül, sőt, mint a függőséget okoz, de ha magyar sok édességet eszik, akkor nem pont nagyon mosolyogni kellene, feldob, dopamin, felszabadul egy csomó pozitív vegyület az ember agyában. Hát, mi lenne, ha nem ennénk? Mi lenne, ha nem ennénk, nem? Vagy ez kiürül, és ez egy nagy csapda? Az a helyzet, hogy ez általában csak egy 30-60 percig tart. Tehát egy csokoládéfogyasztás után, egy óra múlva ennek a hatása elmúlik, tehát Janinak szinte folyamatosan óránként, másfél óránként járnia kéne. És cukrászdába, vagy csokoládét kéne fogyasztania. Ez egy állandó hullámzást hoz létre. Nem stabilitás, hanem hullámzás. Aha. És ez egyre nagyobb probléma. Hát azért más örömforrások is vannak az életemben a tortákon kívül. És amikor elfogy a tortából származó, akkor például szeretem a gyerekemet. És örülök neki, ha hazajön és jó jegyet hoz. Illetve ott van még a nejem is. Igen, ez nem, de hát ez tényleg függőség, maga az édesség, vagy a cukor, mint egyébként sok embernél. És emiatt vagyunk ennyire? Ez nem egy ilyen a külső tényezők, a mentalitás, a magyar hozzáállás, kicsit a rajtunk kívülálló tényezők, amiről nyilván nem tehetünk, szerintem ez most valahogy nagyon jellemző erre az országra, nem? Sok mindentől függ, ez biztosan a magyarságnak a hátterétől, a jelen helyzettől, az emberek kicsit szoronganak talán, bizonytalanság van, de ma már az addiktológia, a táplálkozás tudomány foglalkozik a viselkedés és az étrend összefüggésével. Uh-huh. Hát azért, ahol sokkal több a zöldség, a gyümölcs, a mediterrán vidékeken, az olívabogyó, ott más a vér összetétele, más az agykémia, sok minden máshogy működik. Hát itt van ilyen összefüggés. Aha. Is van. Érdekes, amit mondasz, ebben lehet valami. Egyébként. Hát pedig magyar ember disznóvágásban mindig vidám. Na, akkor ezt tedd össze. Halló, vajon mi? Ugye? Feri, mi nyúlunk egy pálinkát. Na, egy fogópálinkát. Ez a malacra. Ugye? Jó is az. Jó, Gábor, egy nagyon érdekes dologgal készültél, ezt meg is hallgatjuk a hírek után, picit elcsúsztunk, de most behozunk mindent. Úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, és utána arról beszélünk majd, hogy különböző állatokkal kapcsolatos dolgokat hogy használnak a tudományban, hogy használják a skorpiót, mire használják az állati pókfonalat, és rengeteg minden. Nem teljesen szorosan most magáról a táplálkozásról fogunk beszélni, hanem Gábort készült nekünk egy ilyen kis érdekes összeállítása, hogy különböző állatoktól származtató dolgokat hogy tudunk használni a tudományban, a pókfonalat, a skorpió mérgét, és hogy miket termelnek egerekben, amit aztán átültetnek a táplálkozásba. És már ki is szaladt a skorpiókért, nem sokára hozza be őket. Így van. Úgyhogy ezzel folytatjuk, 8:30 múlt pontosan 2 perccel. Gáborral folytatjuk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 4 perc, majd jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gábor itt van, mint minden csütörtökön. Egy kicsit ugye a magyar teszt miatt átment a második fél órába, de ez nem baj. És ma nem is annyira a táplálkozásról beszélünk, hanem Gábor készült egy-két érdekes dologgal a tudomány világából, tehát ma olyanok leszünk, mint egy ilyen IPM magazin, mert hogy ugye arról szeretné beszélni, hogy az állatokat és az állati eredetű dolgokat hogy próbálják beemelni a hétköznapokba. Ugye pók, skorpió, egér, és miből mi készül? Így van, hát elképesztő eredmények vannak, ugyanis, ugye most voltam én is az akadémián, volt egy ilyen, hát egy nyílt hét, és bárki meghallgathatott tudományos előadásokat, én is beültem az egyikre, de már régebb óta ugye ismert, hogy a Szent János bogárnak, ugye, hogyha azt a génjét megtaláljuk, ami a fluoreszkálásért felel, és azt kivágjuk belőle, és beültetjük egészen más élőlénybe, mondjuk fenyőfába, vagy mondjuk nyulakba, a szakemberek beültetik, speciális és bonyolult módszerrel, akkor
akár még az is lehetséges, hogy ez a fenyőfa az fluoreszkálni fog. Az tök jó, nem kell rá égő karácsonykor. Minek a gérland? Szerintem ez tök jó. Igen, de földi halandóként arra gondolom, hogy kezdő hülye, akinek erre szüksége van. Tehát a természet úgy jó, ahogy van, az a bogár azért világít, hogy pár találjon magának. Tehát hogy mi értelme van fenyőfát kivilágítani? Azon kívül, hogy olcsóbb lesz, igen, és karácsonykor nagyon kifizetődő. Nyilván vannak ellenérvek, és mellette is vannak érvek. Ugye ez igazából azt hivatott bemutatni, hogy a szakma, a genetika, illetve a biotechnológia milyen hatalmas munkát tud végezni. Tehát megszűntek a korlátok az élőlények között, és az egyik élőlényből a másikba át lehet bizonyos gént vagy génrészt tenni. Ugye a természetben nem nagyon jön létre a kettő között ugye kapcsolat. Hát ritkán szeretkezik fenyőfával Szent János Bogár, ez elég ritkán. Még a nyúl hagyján. A nyúl hagyján még elkapja, de a Szent János nem hülye azért az a bogár. Lehet, hogy megtörténik ez, de nem sokat látunk belőle, meg nyilván az egyik fél részéről viszonylag kevés a reakció. Igen. Szent János Bogár hiába. Olyan egyszeresen. És elkaplak, bocsánat. Te kis lut. Bocsánat, Gábor. Igen. Hol van rajtad még egy kis lut? Én láttam fotót is arról a nyúlról, amelyik ilyen génnel rendelkezett, és tényleg a sziluettje, a körvonalai kijöttek a képen. Tehát ténylegesen esetleg a nem túl jól látó vadászok, vagy akinek remeg a keze, ezt azok számára. Pont jó. Vadászbaleseteknek vége. Józsi, pörkölj már oda, de hülye az a Béla volt fejlámpával, nem egy nyúl, te barom. Ne oda lőj. Jézusom. Nem jó, amikor ember istent játszik, és elkezd ilyen dolgokat keresztezni. Kicsit ez mindig... Hát nagyon, nagyon komoly. Szörnyű ezt hallani. A szociológia, a teológia, tehát a politika, ugye Magyarországon egyébként a génmódosított élelmiszereket ugye nem szabad köztermesztésbe bocsájtani, viszont ezek a kutatási eredmények, ezek azért figyelemfelkeltők. Mondok egy másik példát, emberi női anyatejet lehet termeltetni szarvasmarhában. Nyilván nem úgy, hogy csak azt termeli, hanem lesznek benne olyan fehérjék, mint az emberi anyatejben. És képzeljétek el, hogy emberi agysejtet is lehet termeltetni egér agyban. Uh-huh. Na, ezek, na, hát a kopákónak van esélye. Hát azt gondolom, hogy az ez jó. Számára egy jó perspektíva én lehet. Én kettő darab egeret veszek neki karácsonyra, és ott, hát, ha egy idő után megokosodik majd. De mi az egyik legérdekesebb, ez a bizonyos pókfonal kérdés. Bocsánat, Gábor, csak visszatérő, hogy elmondták az előadás, hogy egyébként miért van szükség arra, hogy szarvasmarha emberi tejet termeljen? Tehát majd adják, vagy nagy üzemben termeli az anyatejet, hát és tudják adni olyanoknak, akiknek mondjuk nincsen? A hiány. Tehát mivel az emberiség növekszik, és ugye most már 7 milliárdan vagyunk, és azt mondják, hogy leszünk ennél többen is, egyszerűen vérhiány van, anyatejhiány van. Nyilván felmerül a kérdés, hogy ez mi van azzal azokkal az államokkal, akik nem akarnak ilyenbe részt venni, vagy akik mondjuk sertést nem fogyasztanak, akkor mi a helyzet azokkal, akik mondjuk sertés által termelt vérplazmát kapnának, és azt ugye nem fogják engedni. Tehát ez sok etikai kérdést fölvet. A szakma szerint erre szükség van, illetve szükség lesz, és úgy tűnik, hogy a tudomány arra felé halad, hogy a későbbiekben ezeket az eredményeket fel tudják használni az emberiség érdekében, védelmében. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz, mert ugye a genetikusok egy része is azt mondja, hogy sajnos ezek a kutatások nem biztos, hogy mindig megmaradnak jó kezekben. Hát ez az. De Tézimó elképzelt, hogy bemész egy hiperbe, és azt mondta, hogy veszel két laktózmenteset, három mandulatejet, meg 4 liter anyatejet például. És akkor hazaviszed és megeteted a gyerekkel? Még ez sem kizárt, hogyha UHT anyatejek lesznek mondjuk forgalomban. De például az élelmiszeriparban ugye a szuperlazacok, tehát a genetikailag módosított élőlények ugye gyorsabban, vagy állandóan szaporodnak, ugye a szuperlazacac folyamatosan növekedési hormon termel, ezáltal sokkal gyorsabban növekszik, és azt mondják, hogy ugye a halat érdemes fogyasztani, mondják sokan, legalábbis a sertéshúsnál sokkal egészségesebbnek tartják, és ezért mondjuk a genetikailag módosított élőlények, ha növekedési hormon kódológént ültetnek bele, akkor sokkal hamarabb elérik ugye a piacképes súlyt, és el lehet látni mondjuk szuperlazacsal az egész világot, azt mondják. Ugyanígy igaz mondjuk Ázsiában az aranyrizs, hogyha biztos olvastatok róla, tehát a karotinban gazdag rizs nem fehér színe van, hanem sárga színe van, mint a sárgarépának, és mivel A-vitamin hiány miatt Ázsiában sokan, hát ugye szembántalmaktól küzdenek, sőt, nagyon komoly maradandó károsodás szenved a látásuk, megvakulnak, ezért egy aranyrizs képes a vitamint pótolni. De ne is van, gyerekek, a lazacról volt most egy nagy cikk, ugye kétségbejtő. Tehát azt gondolod tényleg, hogy eszed, és hogy mennyi omega-3, mennyi minden, igen, és leírta, igen, ez a cikk, nem is tudom, melyik oldalon olvastam,
hogy Norvégiában vannak ezek a hatalmas lazacfarmok. Azt már felejtsd el, hogy te szabadon úszkáló lazacot eszel, az már nincs. Tehát ugyanúgy, mint a rákot, a kajdót, ilyen hatalmas kör alakú tartályokban termesztik őket. Következőt csinálják, ugye adnak nekik mindenféle növekedési hormon, stb. Antibiotikum, minden. A tenyésztő kiválaszthatja, hogy milyen tápot ad a lazacnak, és a táp meghatározza a lazac színét. Vagyis, amikor te azt látod, hogy te narancssárga színű lazacot eszel, akkor az nem azért narancssárga, mert valójában ilyen színe van, mert a vadon élő lazacnak igen, csak az horror drága, és ma már mindenki sushi teszik, vagy hát sokan, hanem a gazda kiválaszthatja a tápot, amit ad neki, és egy színskálán megmondják, hogy ha ezt a tápot adod neki, ilyen színű lesz a húsa, ha ezt a tápot adod neki, ilyen színű lesz a húsa. Rózsaszín lazacot akarsz? Narancssárgát? Fehéret, ugye attól függ, hogy mit hamisítanak. Kiválasztod a tápot, és megszínezi a húst. Vagy ételfestékkel festik narancssárgára, tehát kamu az a narancssárga, nem ilyen színű, vagy pedig a tápot te kiválasztod. És gondolod, nem mit teszel meg? Te azt gondolod, hogy egészségesen ez nyilván a húsba. Az beépül, plusz növekedési hormon, leírták, hogy mennyi antibiotikumot kell adni ezeknek a halaknak, hogy milyen tumorok képződnek ezeken a halakhoz. A döbbenetes volt, tudod, így olvastad, és azt gondoltad, hogy akkor ez se? Mert közben tényleg jobb, mint a marha vagy a sertés. Hát az egész egy nagy illúzió. Hogy nem jobb. Háztáji sertés. Olvasod ezt a cikket? Veri a lazacot? Az ilyen lazacot? Na, egy fogságban termesztett, antibiotikumozott lazacot, nem vagyok benne biztos, mert a vadon élőt nem tudod megfizetni. Ja. Dermesztő volt. Dermesztő volt. Igen, igen. Illetve a szakma keresi azokat az élőlényeket, amelyek igen rezisztensek. Ilyen például a skorpió. És a skorpiónak a rezisztencia génjét, ha beültetik növényekbe, akkor igen ellenálló növények állíthatók elő, amelyek bírják a környezet viszontagságait. Igen, csak a rózsa tüskéje miatt meg fogsz halni, mint a skorpiónak, nem? Igen, ez nem termel mérget, hanem ellenálló. Aha. Tehát a búzát beoltják például a skorpióból kivont méreganyaggal, és a búza például bírni fogja a szárazságot, vagy a rizst, és mondjuk olyan helyeken is meg tudják termelni, ahol mondjuk eddig alkalmatlan volt. Olyan tulajdonsággal ruházzák fel, tehát egyszerűen belövik azt a génrészt, ami a skorpiónál mondjuk a szárazság tűrésért felel, és a növény sokkal ellenállóbb lesz. De igen, ez is egyébként érdekes, hogy nem az okokat akarják megszüntetni, ha tehát nem a környezet védelemre fordítanak hatalmas összegeket, hanem inkább előállítanak, kitenyésztenek gyakorlatilag olyan növényfajtákat, vagy kinemesítenek, hát itt a nemesítés szóval szerintem enyhén szóval is megkérdőjelezhető, amik jól bírják a környezetszennyezésből, meg a globális klímaváltozásból fakadó változásokat. Ugyanígy a népességszabályozás is. Tehát, hogy vannak ugye Ázsiában rengeteg olyan ország van, ahol ugye különböző vallási, meg kulturális okokból kifolyólag nagyon sok gyereket vállalnak. Őket is arra tanítják meg, illetve nekik is majd különböző élelmiszereket fognak kifejleszteni, azért, hogy életben tudjanak maradni. Nem a túlnépesedésnek próbálnak meg gátat szabni, hogy megtanítják ezeket az embereket arra, vagy pedig rávezetik őket egy olyan gondolkodásmódra, hogy azért bírálják már felül. Hát nem, mert abban nincs biznisz. Az élet mondjuk abban nincs biznisz. Igen, tehát a biznisz azért van benne, mert én, ha GM módosított búzát vagy vetőmagot termelek, akkor el tudom neked adni, mint olyan országnak, ahol ez egyébként nem telepedne egy meg. És hát ezek jobban teremnek, de vita folyik arról, hogy milyen hatások van az egészségre. De ott a sarkvidéki lepényhal, amelynél ugye azt látják, hogy meg kéne fagyjon. Egyszer úgy, ahogy van, olyan helyeken úszkál, és nem fagy meg, és fagyálló van a keringésében. Megtalálták azt a gén részt, ami ezért felel. És ezt, hogyha beültetik eperbe, akkor az eper sem fagy meg. Tök jó. De egyszerűen fagyálló gyümölcsök hozhatók létre, ami azért érdekes, mert ezáltal a kereskedőknek nem kell bevonulniuk mondjuk télen a zárt falak közé, fűtött helyre, ami nagyon sokba kerül a fűtés, hanem egyszerűen kint maradhatnak, ha ők nem fagynak mondjuk meg, a gyümölcs nem fog semmiképp megfagyni, és olyan déli gyümölcsök is forgalomba kerülhetnek akár később, mondom így, hogy sajnos, amelyek még mínusz 10 fokban se fognak megfagyni, mert csak vidéki lepény hal gén részt. Igen, csak erre meg azért nem lesz szükség, mert 100 év múlva már nem lesz tél, meg nem lesz északi sark, meg déli sark, tehát nem lesz szükség arra, igen, sem, hogy fagyálló legyen a szervezetünk. Igen, csak itt jön megint a kérdés, hogy ki fogja tudni azt bizonyítani, hogy ezek a génmanipulált vagy génmódosított élelmiszerek, ugye milyen hatása vannak az egészségedre, és hiába leszel te rákos, hogy bármi, nem lesz egyértelműen kimutatható, hogy te attól az epertől, amit egyébként a gyereket kezébe is adtál, és ami már génmódosított, szedtél össze valamilyen betegséget, mert azt mondják, hogy ez lehet a környezet, lehet a genetika, lehet a stressz, tehát nem tudják egyértelműen kimutatni. Tehát soha nem fogunk rájönni, hogy ez nekünk árt vagy nem árt. Nem, Gábor? Vannak azért hosszú távú vizsgálatok, ezek most is zajlanak, meg általában senki nem mondhatja azt, hogy a génmanipulált élelmiszer úgy káros, ahogy van, hanem bizonyos gének.
Aha. Attól függ, hogy éppen hóvirágból vették ki azt a gént, skorpióból vették ki, honnan, milyen vírusból vették ki, vagy milyen baktériumból, és ettől függ a hatás. Tehát ahány génmódosítási kísérlet, vagy eszköz, annyiféle kutatás és annyiféle hosszú távú vizsgálat kéne. És sajnos hát főleg tengeren túlon az ipar annyira halad. Egy amerikai farmer megsértődik, hogyha évente nem kap mindig új és újabb genetikailag módosított vetőmagot. Tehát ő a tavait nem hajlandó elvetni, most kicsit túlzok. Tehát elvárás, hogy a régit nem. Ugye Európában 4 fogyasztó közül 3 óckodik ettől az egésztől, tehát egészen más világ Európa. Hát amíg be nem engedik, persze. Amíg be nem engedik. Hát most folyik, ugye tehát a szakma azt mondja, hogy ennek az előnyeit is kéne azért látni, a politika azt mondja, hogy nem. Magyarország és a Pannonia maradjon géntiszta. A szerencsés talán ilyen módon. Ugye mit ad a gyereknek? Halad? Nem biztos, hogy jó. Hallod, hogy készül? Lazac. Egyen a gyerek. Gyümölcsöt? Mi lesz 50 év múlva? Te adod neki a gyümölcsöt, lehet, hogy az se jó. A világító fagyáló gyümölcs télen is megtalálod a fám? Igen, a világító macska és a fagyáló eper. Edd meg, jó étvágyat, nem? Tehát hát természetesen kitalálta, hogy télen nincs, az azért van, májusban, mert akkor ten... Igen. De akkor ugye, akkor lehet aratni, vagy szüretelni, vagy nem tudom mit. Ez nem ott van a mangalica és a magyar ponty. Egyébként ennyi mindig rájövök, gyerekek. Hogy a Ferinek van igaz. A kolbászhoz visszajutottunk. Látod? Ja, ha választanom kéne, hogy egy normális adalékanyagmentes kolbász, vagy egy gémmanipulált, fagyálóval beoltott eper, figyelj, én csak azt nem értem, hogy miért nem az apkását említitek, tehát, hogy miért mindig a kolbászhoz jutunk vissza, az már az is adalékmentes. Mert az amcsiból lévő zapkása, érted, az már gémmanipulált. Gábor, a fél ország miattunk zabot eszik. Elkezdted, mondtad, elkezdtem, Jani is eszik, és rengetegen eszik a zabot. Valami újat kéne most már mondanunk. Most már valamit virítani kéne. Van még egy dolog, a pókfonál, azt mondtad? Igen, azt nem említettem még. Igen, egy fantasztikus dolog. Nagyon lassan termeli a pók azért a fonalat, ami ahhoz kell, ugye, hogy mondjuk egy ruhát lehessen belül leszűrni. A pókfonál, képzeljétek el, saját tömegéhez képest a legerősebb szinte anyag bolygónkon. A betonnál is szilárdabb lesz, hogyha megfelelő mennyiségű van jelen. És ebből tervezik, hogy golyóálló mellények, légzsákok képződnek, illetve azt lehetne gyártani ezekből. Akár az orvoslásban is felhasználható lenne, vagy mondjuk női mellimplantátumok készítéséhez is a pókfonál, mert testbarát, tehát nem vált ki a reakciókat. Nemrég láttam egy fotót, amin pókfonalból szőtt ilyen mellvéd mellek volt. Nem? Pókfonalból szőtt mellek. Gábor, milyen fura oldalakat nézem. Felső ruha. Jóban, te se vagy menthetetlen, még hál' Isten. Ez tetszik nekem, pókfonalból szőtt mellek. Én csak átnéztem. És hát több millió pók kellett hozzá, 4 vagy több év és sok-sok ember. Ez egy hosszadalmas folyamat, viszont a végén egy olyan erős anyag lett, ami még a kevlárnál is erősebb. Egy fantasztikus dolog. Úgyhogy most már sejemhernyókkal termeltetik, illetve elkezdték, kóli baktériummal lehet, és kecske tejben lehet a kecskével termeltetni pókfonalat, és abból ki lehet vonni. Gyerekek, annyira beteg, hogy ezt így hallgatod, és azt gondolod, hogy nem akarsz egy ilyen világban élni, hát a ugye? A kecskének nem a tej jön a cickójából, nem, hanem pókfonal. Csak a tejben van pókfonal fehérje, amit ki lehet vonni, és meg lehet sodorni, és ezáltal szövet lesz belőle. Hát figyelj, ha viszont választanom kell egy rossz minőségű francia implantátum, vagy a pókfonal legyen, akkor csak gyerekek, egyértelműen a pókfonal. Én nagyon örülök neki, egy strapabíró jó anyag, nálunk azért van igénybevétel. Szükség van. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó voltál, mindig ez neked szól, jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen Gábornak, jövő héten találkozunk, vigyázz magadra, ciao. Jó, reggeli, de hülye vagyok, hát majdnem elfelejtettem, hát mit reggeliztél? Képzeljétek el, hogy egy szép reggelem volt, na, a feleségem hozott hajdinakását. Azt a mindig, jó van. Egy kis kókusszal, és mákolajjal. Nem ágyba hoztam. És a vége foltos lepedő lett. Nem. Mákolaj csúnya volt ott. És hát egy fantasztikus, hogy a hajdina egy nagyon értékes vércukorszint beállító, és hát érzem a hatását, hogy rendkívüli szellemileg és fizikailag is. A mákolajban foszfor volt, kókuszreszelékkel fogyasztottam, és mit tettem hozzá? Aszalt gyümölcsöket. Még azt is. Fáradt, hát meg kell, hogy büntesselek, ez 10 segrepacsi lesz most, ha kivegyek a hármasugrás után, mert ma már kezdesz elkanászni. Mondjuk én még semmit nem ettem úgy, hogy arra gondoltak, hogy ebben mennyi foszfor van. Gábor, köszi, egy hét múlva, ciao, köszönjük szépen, hello. Gábornak köszönjük szépen. Mi pedig, ha minden igaz, akkor már is hármasugrás játszunk, mert hogy már, ugye, itt is van, azt mondja, a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Halló, András vagyok, sziasztok. Szia. András, halló. András, honnan jössz minket? Pécsre. Honnan? Pécs.
Gyereke, Pécs feltámadt ezen a héten. Bizony. Érzitek? Uh-huh. Ha a harmadik pécsi játékosunk. Mit csinálsz, hogy ilyen nagyon jó kedved van? Hát most mégis nem a munkámtól, hanem attól, hogy bekerültem. Nekem menni én irodai munkát csinálok. Irodai munkát. Kőpapírolóztál már? Nem. Hm. De gondoltam le. A tudományos kísérlet pedig zajlik egész reggel. Játszik. Kellenek a tesztalanyok, gyerekek. Kellenek az alanyok, igen. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyűek. Remélem. Tényleg. Tényleg azok most szerintem simán vihető. Igen? Na. Annyira izgulok, hogy... Van, aki segít, András? Most nincs. Nincs. Na meglátjuk, hogy sikerül. Jó, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés, dedikált, nem dedikált, a nyakba akasztót nem dedikáljuk. Klassz FM-es bowlingosós nyakba akasztóért. Hány lyuk van egy bowlingolyón? Négy. Nem hát. Ne csináld már, soha nem bowlingoztál már. Hát van egy a hüvelyknek, egy a mutatónak, egy meg a középsőnek. Hát csak gondol, csak gondolj bele, basszus. Hát igen, mit mondtál? Négy? Négyet mondott, igen. Négyet mondtam, azt utána, hogy rájöttem, hogy három. Az gyártás hibás volt. Túlfúrták. Vagy nem bowlingoló voltam, benyúltál. Igen. Igen. Hát András, ez egy nagyon lendületes kezdés után egy gyors végjáték, úgyhogy hát ennek vége is van. Az első kérdés után kevesen szoktak elvérezni, vigasztaljon a tudat, hogy neked ez sikerült. Igen. Jó? Nagyon egyszerű kérdés, hát igen. Igen. De ahogy hallom, nem most fog szívinfarktus kapni, úgyhogy ennek örülünk azért, hogy nem húzod fel magad nagyon. Köszi a játékod! Köszi, sziasztok! Hello, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát, igen. Rövid volt, de vendős. Ez van. Nem volt hosszú. Van két tarcsi kérdésed, na? Hát tök jó, hétfőre már meg is vagyok, majdnem. Teljesen, kétharmad. Mivel megyünk tovább? Újabb pultos, csak mondom. Na, hogy áll a játszik a magyar? Játszik? Mit látsz? Nézte? Nem játszik, illetve próbálkozik játszani, de visszaverik a játék kedvét ki baseballütővel, ki ököllel. Nem állunk rosszul. Igen, kőpapír ollóra kell kihívni az autós társakat a piros lámpánál, hogy megnézzük, játszik-e a magyar? Nem? Aha, nem jó, lehet nyomni. Az, hogy én elindulok és kőpapír ollózom. Ja igen, neked menned kell. Te neked el kell menni. Ekkora a baj, hogy vége is robbanunk, gyerekek, miért? Mire nyúltál rá? Annyi gomban így, gyerekek, annyi gomban. Feri, téged elengedünk, neked el kell menni. Így van, ugye? Én megyek egy jótékonysági rendezvényre, és oda kéne érnem 9:30-ra, megpróbálok a városon keresztül, de a piros lámpán vagyok, akkor fölhívlak benneteket. Jó, dobj egy SMS-t, hogy játszik-e a magyar. Jó, hívjál, most játszok egyet élőbe. De ne veresd meg magad. Jó van, pontosan 9 óra van, jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ciao, Feri. Szia. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 15 perce, jó reggelt kívánom minden drága Morning Show hallgatónak. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Megint egy kicsit kisebb a mosatlan kint. De látom, hogy mosogassál, csak nincs az a baj. Ferink elment, mert hogy jótékonykodik egy picit, és ez így van rendjén. Úgyhogy ő elhúzott, mert 9:30-ra ott kell lenni valahol, de mi itt vagyunk. Itt vagyunk, és tartjuk a frontot. Jó, de siet, megkülönböztető jelzést nem használ, de hogyha látjátok, a kis alfát, akkor jobbra, balra egy picit léci. Hadd érjen oda. A kis izével, olasz csodával ment? Azzal, igen, a kis kabrióval. A kényszer kabrióval, mert hogy nem tudja lecsukni a tetejét. Igen. Trafia 83-as úton téten a Győr felől érkezőket mérik egy fehér Seatból, ezt Geri küldte nekünk. Szobvác nyugati vonalon 35 percet késett a gyors vonat, gyerekek. Többi vonat is késéssel fog elindulni, ezt Norbi küldte nekünk. Ilyenkor idézőjelbe teszik a gyors jelzőt?
Hát... A menet rendben. Úgy kellene. Egyébként igen, jogos. Trafia 26-os főúton Ózd belterületén küldte nekünk Rolkó, Hungária körút, Kerepesi út, sötétek a lámpák, a forgalmat rendőrök irányítják, nagy a torlódás, aki teheti, kerülje el. M3-as Nyíregyháza felé a 90-es kilométernél mindenkit leterelnek, a sor körülbelül 1 kilométeres, ezt Imre küldte, és a 35-ös főúton Nagycsécs belterületén mérik a sebességét, ezt pedig Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, és van egy kísérletünk, ugye a kísérlet neve? A kísérlet neve Játszik-e a magyar? Játszik-e a magyar, így van, nagyon tudományos a kísérlet, kőpapír rollót kell játszani, illetve pontosabban kihívni azt, aki a pirosnál áldogál a kocsiban. Arról beszélgettünk, hogy milyen a magyar ember, elfordítja a fejét, nem fordítja, játszik, nem játszik. Ugye egy német találmány, hogy a kereszteződéseknél, majd elvileg, ha a dolog beválik, akkor pingpongozhatsz úgy, hogy valaki áll a kereszteződés másik oldalán, és amíg várod, hogy megkap gyalogosként a zöldet, addig ugye te játszhatsz egy pingpong meccset a szemben várakozóval. És arról beszélgettünk, hogy vajon Magyarországon ez működne-e, vajon Magyarországon játszik-e a magyar, és egy tudományos kísérletet végzünk, kőpapírolló játékra kell kihívni a melletted álló autóst. Így van, igyekeztünk valami olyan játékot kitalálni, amihez nem kell semmiféle anyagbefektetés, meg nem kell nagyon investálni bele, kéznél van mindig. Igen. A dolog szépséghibája annyi, hogy ráznod kell az öklöd, úgy indul, többen már kiszálltak az autóból, több merc is verekedni akar, tehát jönnek az SMS-ek, hogy néhányan azért ezt félreértik. Játszani akartam, mutogattam, megállított, hajtogatta, hogy papír, papír, én meg mutogattam, hogy olló, vaze, olló. Olló, én értem. Nem nagyon értette, úgyhogy jöttek 30 rongyal. Megálltam egy 70-80 év közötti néni mellett a pirosnál, átkopogtam, kérdeztem, hogy kőpapír olló, mire azt mondta, bármit is jelentsen az aranyoskám, de nem kérem. De helyes, édesem. Pirosnál ne telefonálj, Feri, mert nem minősül megállásnak és büntetnek érte. Telefonál a Feri, hallod? Ne, ez biztos, hogy nem ő, ő nagyon-nagyon jogkövető. Abszolút jogkövető, igen. Gyerekek, sikerült, kiszállnom a kocsiból, kettőt már nyertem, a harmadikat most kezdem. Jól megy ez nekem, írja nekünk Paksi, köszönjük szépen. Átszóltam a lámpánál, akartok játszani? Azt mondták, igen, majd kiszállt négy kopasz ogre, és jönnek felém. Szerintem nem hallgattak benneteket, én már nem játszanék, de ha ideérnek, mondjam, hogy olló, vagy inkább papír. Lehet, hogy az kell majd, Ever Smile küldte nekünk. Magyar József vagyok, és a magyar nem játszik, hanem dolgozik. Atya úristen. Na jó van. Köszönjük az SMS-eket. Júli, hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok, fiú! Na mi a helyzet a lefolyóval? Hát elvitted a lefolyó tisztítót. Na de másikat itt hagytam. Az egyébként marhára működött nálunk, mert én tényleg elvittem. Nálunk pont volt egy dugulás, úgyhogy mondta, hogy gyerekek, ha ez működik, akkor működik otthon is. És működött. Legyünk őszintén, nem lett volna dugulás, és elvitted volna. Tehát minden, ami itt maradt, kellék, megvásárolt dolog, begyűjtöd, elrakod, semmi elviszed. Túlzás nincs. Tehát kicsit nem figyelek oda, elrakod a telefonomat is. Szeretnélek, de nem tudlak megcáfolni. És működött? Működik, tökéletesen működik. Akkor, ha maradt belőle, dombárát, légy szíves. Majd felírom, hogy hívják. Ja, köszönöm. A másik is jó egyébként, amit elhoztál, az is. De hogy ne. De te azt vitted el, amit tegnap teszteltünk? Persze, hát a másikat nem teszteltük, nem voltam biztos benne, hogy az jó. És a csöved az egyben maradt? Tehát az működik? Nem lógattam bele. Azt hittem, az is hajas. Már azt hittem, hosszú évek óta nem. Azt hittem, az is. Na mi van, Júli, hogy vagy? Úgy szeretem, te mindig bejössz és mondasz valamit. Vagy kiborulsz, vagy látsz valamit, így vagy veled történik valami. Mi történt? Olyan cuki dolog történt velem. Na. Hát a gyerekeim már megint. Azt hittem, megint egy vetkőzés, mert ugye a napokban ismételtük azt a részt, amikor elmondtad, hogy meglepted a párodat egy tánccal, mert elmentél ugye az almához, és előadtál neki egy táncot, és elestél a bugyitban. Nem, csak majdnem estem el. Majdnem elestél a bugyitban. Annyira tetszett egy tévécsatornának, hogy szerettek volna meghívni egy műsorba, hogy meséljem el. Jézusom. És de nem váltad arccal? Ez mi volt? Jakubcsek? Fogadjunk a Jakubcsek. Nem. Egy reggeli műsor, de a Miró arra már azt mondta, hogy nem most már ebből elég. De... Egy reggeli műsor meghívott? Igen. Egy televíziós reggeli műsor, hogy táncold el a jeleneted? Nem. Csak hogy meséljem el, igen, hogy ez hogy zajlott meg egyáltalán, hogy milyen praktikák vannak, amiket be lehet venni. Tulajdonképpen mondjam el, hogy mit írtam le a cikkben. TV2 vagy RTL? Ki volt? TV2. TV2 meghívott reggelre? De jó. Az menő. De... Kinek kellett a Trutkónak? Kellett volna elmesen? Nem, a Váci Gergőjéknek. Az Ferina. Igen. Valamelyik műsorvezetőnőnek kellettek tippek, gondolom, és azért hívott be. De egyébként, hogy gyorsan viccet félretéve, az egy nagyon-nagyon előremutató ötlet. Tehát, hogy szerintem sok házasságot meg lehetne menteni az ilyen jellegű kis kezdeményezésekkel, és ezért lenne jó, hogyha mondjuk ennek az arca lehetnék ebben az országban. Óriás plakátokon fogok majd egyszer bugyiban állni. És igen, nem csak ha valaki nem tudná, ugye Júlia elmondta, hogy olvasott egy cikket, hogy lehet feldobni a házas életet, és nem mint a kellene. Nem olvastam, én írtam. Ja,
Igen, bocsánat, írtál egy cikket, hogy hogy lehet, és elmentél kipróbálni, mint a cikk írója, egy erotikus táncot az Almánál, hát ugye? Igen, többek között, ugye a Almánál tanultam striptizt, és akkor ennek az lett a folytatása, hogy elvileg meghívtak ebben a műsorba, de aztán a Miró azt mondta, hogy na, akkor itt álljunk meg. Ezen már ne haknizzál. És hazamentél, leültetted a férjedet egy székre, és elnyomtad neki ezt a táncot, amire kicsit irigy vagyok. Ez menő. Meg a Miró is milyen csúnya irigy, nem? Nem enged el más műsoron. Hát, és itt mondtad el, hogy majdnem elestél a bugyitba. Igen, mert kicsit rosszul sült el, ugye változtattam a felszerelésen, ami Alma szerint tilos, tehát mindig abban kell táncolni, amit az ember begyakorol, és aztán én meg hát igen, fennakadtam a cipőm. Figyelj, ezt imádtam, ezt a történetet. És ennek nincs folytatása, vagy ez azóta nem folytatódott? Hát most arra vagy kíváncsi, hogy fetköztem-e azóta újra a férjem? Hát mi volt? Csak még mondom, én nem zártuk le ezt a történetet. Egyébként nem mondtál el. Igen, mindjárt mondhatod a sztoridat, amiért beültél, csak ez érdekel, hogy azóta nyomtál még ilyen táncot? Nem, azóta nem. Hát most akkor is beszéltük, hogy ha ebből rendszer van, akkor onnantól kezdve az már nagyon nem izgalmas. Na jó, az igaz. Mondjuk a Miró mondta, hogy ő nem fogja, szerintem nem fog elvészni a varázs, úgyhogy nyugodtan. A Miró a gyereked vagy a férjed? A férje. Ja. Oh. 6 éve dolgozott. Ja. Tudjátok, hogy ami a szívemen a számon, ebben nem csinálok. Nem, hirtelen azt hittem, a gyerek nem akarta, hogy elmenjél a tévéműsorban, hogy féltékeny az anyjára, de nem a párod nem akarta. Nem, hát a fiam azért ezt nem tett, nem úgy köszöntik az iskolában, hogy szia, Milánka, anyuka vetkőzik. Anyád egy szűk, igen, láttuk a tévében anyád. Olyan jó volt. Figyelj, de itt lesz december 6-a 2 hét múlva, úgyhogy szerintem egy mikulási jelmezes vetkőzés. Egy kis krampuszost. Eledobom magamról a fehér szakállat. Ja, ne tilapul a költöz, mert akkor Miróval is van valami gond már, hogyha az izgatja fel, egy vén ember ott táncol előtte. De jó, hányan lecserélik a párjukat, meg adják fel a házasságukat, aztán lehet, hogy csak ennyit kéne bedobni, hogy kicsit táncolsz, kicsit feldobod, kitalálsz valamit, leülteted egy székre, ott vagy, táncolsz egyet, és az egész olyan lendületet kapna, hogy utána megint évekig működne a dolog, ha mondjuk valakinél esetleg nem működik. Nem, abszolút ez nagyon pozitív. Vettünk egy szettet. Tényleg? Egy nagyon cuki ilyen, hát egy ilyen takarító nő ruha. Egy takarító nő ruha szettet? De várj, ez hogy zajlik, hogy mentetek, sétáltatok, néztétek, hogy milyen szalagparkettát kéne venni a gyerekszobába, és megálltatok egy ilyen shopnál is. Kölcsönző előtt? Nem, kölcsönző. Hát miért ott lehet kölcsönözni is? Te kölcsönzőben minden van. A Vikinek a múltkor Miki Egeret hoztam, mert azt szerette volna. Figyelj, láttátok már, hogy van olyan, hogy szexturkáló egyébként? Ne. De. Tényleg? Az mi? Hát ilyen... Miben lehet turkálni? Nem, hát ilyen használt kellék cikkek boltja. Ne, de halálkom olyan mondom, ott van a Bózdúdvar végén, és be lehet venni oda mindenféle olyan dolgot, amire már nincs szükséged. Aha. És előtte kiforralják? Ilyen second hand. Elmentél? Nem mentem, oda nem mentem be, nem, jó. Hát azért aha. Nem. Jó, küldetésed van, jó? Nézd már meg ezt a boltot. Persze, menjél már be, az gyere már ki egy ilyen intruderre, és legyen róla a fotói. Nem, most kicsit csapogunk így a témák között, rögtön elmondod, hogy miért ültél be, de ezt fedez már föl, ezt menj jó, már el. Jó, ha nekem nem kell valami, és akkor ezzel le is zárjuk, majd visszatérünk arra, ha bementél. Nekem nem kell, én bemegyek, eladom, igen, mint egy használt gyűrűt, és azt utána valaki megveszi. Hát, mint egy használt ruhabolt. Én szerintem úgy működik, bemész, és amit van... Tehát van két használt gés a golyóm, és azért igen, azt és már régóta nem használtad, akkor van. Beviheted. Egy alig használt, és leszakadt már róla két golyó. Azokat sajnos nem tudtad elővenni. De miért? Ilyen alapon még nincs fogtömésbolt, érted? Amalgámokat cserélhetsz. Elmész, megnézed? Csak kíváncsiságból nézd már meg. Elmegyek, megnézem tényleg, hogy mit. Szerintem csak újságokat, meg DVD-ket gondolom. De hát egyébként aha, lehet, hogy aztán ott egészen meredek dolgokkal találkozik. Lefogadom, hogy ott minden van, amit valaki beadott és elcserélte, vagy nem használta. Ez jó, egészen biztos. Megnézed? Persze, megnézem, mit talál. Na, mi történt? Egyébként egy teljesen más vonal, hogy nagyon-nagyon cuki sztorival találkoztam, pontosabban a kisfiam jár úszásra, és a legutóbbi edzései jött kivérző szája, és azt hittem, hogy valami baleset történt, de mondta, hogy nem, hát arról van csak szó, hogy kiesett a foga. Megint egy Gyuri bácsi. Megint egy Gyuri bácsi. Agresszív volt. Rosszul úsztam. Kézláptepo egyszerre! És jött ki, és mondta, hogy kiesett a foga. Hát mondom, meg szuper, nagyon jó. De hogy nincsen meg a fog, és így láttam azt a finom pánikot az arcán. Mondom, hát Milán, semmi baj, hát kiesett a fog, semmi baj. Sarkon fordult, visszaszaladt, jött vissza sírva, hogy nincsen meg, nem találja. Potyogottak a könnyei, és mondom, de Milán, hát mi ezzel a baj? Hát hogy fogja akkor ott a fogtündér megtalálni? És akkor abban a pillanatban esett le a tantusz, hogy hát a basszus, a gyereknek tényleg ott kell lennie az ablakban a fogtündér ahhoz, hogy hozzon neki ezért a rendéket. Nálunk mindig úgy, nekem egyébként kislánykorban soha nem volt fogtündér, de ezt ő így hallotta, hát mondom, jó, akkor belemegyek a játékba, úgyhogy mindig kitett egy kis fogacskát, én megtettem érte valami kis matricás albumot. Tehát, hogyha neked kiesik a fogad, akkor
a fogtündér neki kell tenni, ő elviszi, és ad helyette ajándéket. Vagy a párna alá teszed. Mi nem tettük a párna alá, mert attól féltem, hogy esetleg föl kell arra, hogyha ott matatok. Mindig kitesszük az ablakba. De hát most nem volt meg a fog, és Milán be volt pánikolva, hogy akkor most mi lesz a fogtündérrel. Úgyhogy hazamentünk, ragaszkodott hozzá, hogy írjam le egy papírra, hogy a kispesti úszodába keresse a fogat a fogtündér. Lerajzolta a kis száját, hogy honnan esett ki a fogacska, kis nyilakkal, hogy ott volt, nincs meg, de ott megy, megtalálja, és természetesen megtalálta, és hozott cserébe ajándékot. De hogy azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, hogy ez valami most jó-e vagy rossz, hogy ilyenekben él a 7 éves fiam. És kimentette meg a helyzetet, nagymama. Még már kicsit. Nekem már erre úgyse nagyon van szükségem, csak a hit támaszkodik rá. Tedd már rá, aki nincs ezt akkor. Megmondtam, hogy ne azt a fogamat húz ki. Nagyika bedobta a fogat? Nem dobta be a fogat, nem, semmi, nem volt fog. Nem játszottátok el, hogy megtaláltátok? Nem találtuk meg a fogat, a fog az eltűnt, megírtuk a fogtündérnek, hogy a uszodában keresse, ha a fogtündér tudja, hogy lepecsételtettétek. Ha tudja a fogtündér, hogy kiesett, akkor tudja, hogy hol is keresse, úgyhogy ezzel nem is volt gond. Viszont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy 7 évesen már el kellene kezdeni felvilágosítani a gyereket, hogy ezek nem valós dolgok, hogy mert ha egyszer a kis haverja fogja neki azt mondani, hogy te marha, hát te még ilyenekben hiszel, akkor az lehet, hogy nagyobb trauma lesz, mint hogyha én vezetem. Akkor hívj félre majd a kis haverje. És akkor mondja neki azt, hogy bekussolsz. Rudika, gyere már egy picit ide oldatom. Hogy a Julisa. Hogy áldottam. Hogy áldottam. Hogy áldottam. Még egyszer az a gyerek, álmodjon, érted már. Szóval nálunk van Mikulás, nálunk van Jézuska. Karácsonykor én rendszeresen szétszórok ilyen angyaltollakat a lakásban, és hát azokat úgy gyűjtik, mint a kincseket. De gyerekek, várjatok! Én értem, hogy te mit mondasz. És ez egy nagyon jogos kérdés, hogy hagyni kell-e a gyereket illúzióban, vagy pedig fel kell világosítani. De ti emlékeztek arra, amikor is valaki nektek ezt az illúziót összetörte, és ti összeomlottatok? Mert szerintem nincs ilyen pont. Ezt a szülő felnőtt fejjel racionális gondolkodása hiszi azt, hogy a gyermekben egyébként ez majd egy traumatikus élmény lesz, ha elmondja, hogy nincs fogtündér. Te emlékszel arra, hogy kiborultál, amikor megtudtad, hogy nincs Mikulás? Én nem különösebb, pedig nálam az elég gyorsan összeomlottak ezek a dolgok. Mi például nyulakat tartottunk otthon egy időben, és elég gyorsan kiderült számomra, hogy nem tojik tojásokat. Amit tojik, az nem tojás. De nem borultál ki tőle. Tehát szerintem a gyermek... Tudom, megkóstoltam. Jó, de te apától is azt kaptad karácsonyra, 10 francia drazsit. Dunakavicson. Mi ez, Jani? Dunakavics, edd meg, te büdöskölök, jó lesz a neked. Szóval szerintem a gyermeki lét lényege, hogy a szülő minél tovább elhúzza a gyermeki létet. Neked nem feladatod ezt az álmot és ezt az illúziót úgy összetörni, hogy ez benne sérülést okozzon. Hát attól gyerek, hogy ezt megélje, minél tovább, örülj neki, hogy minél tovább megéli. Te sose lested meg a Mikulást? De, meg is kérdeztem, hogy Mikulás. annyira emlékszem, hogy egyszer elhatároztam magam, hogy végig dekkolom az egész éjszakát. Persze. És néztem az ablakot, és az édesapám hajnalos volt akkor, és ő rakta ki így az ő szobájukba, ráadásul még arra se vették a fáradtságot, hogy beletegyék a cipőcskénkbe, oda tették le az asztalra. De csak összeomlottál? Apádat látod, hogy tántorok kifelé a kerti múlióhoz, a hajlókettők. Nem volt egy ilyen... vissza a sarkára ragadt vécipapír. És így mondja, kukorica, nem is ettem kukorica, és akkor a játéség az ajándékot is el kell rejtenem. Szóval szerintem hagyd meg! Tehát hagyd neki attól. Figyelj, nem csinálunk más az első 10 éven, mint hazudunk a saját gyerekünknek. Te belegondoltatok abba, hogy szülőként... Én vagyok az apád. Egyrészt ez, hogy én vagyok a szólíts papának. Tehát nem csinálsz mást, mint egyébként azért, hogy megőrizze az ő gyerekkorát, és minél jobbá tett, folyamatosan hazudsz neki. Hazudsz neki az ünnepekről, hazudsz neki tündérekről. Nem szabad elvenni az álmaikat. Nyilván ezek kegyes hazugságok, tehát nehogy elmond neki, hogy nincs fogtündér. Az én lányom is azt hiszi még, hogy kap egy 40 rugos Nintendo karácsonyra. Nem akarom elvenni az álmat. Még van egy hónap, hogy összetörje. Na. Igen, ne mondd el neki, hozd be ide, és majd elmondom miért. Szóval szerintem hagyjad, azért gyerek, higgyen csak a fogtündérben, majd hallja valakitől, hogy ez nincs úgy, akkor szépen lemond róla, meg azt gondolja, hogy de talán mégis van. És gondold el, a saját anyád elmondja, hogy mindez ideig hazudott, és nincsen fogtündér, és ez egész ez mese. Hagyd meg ebben a hitben. Szerintem olyan varázsa szép. Van, igen. Olyan ezt szép. Mi a Benivel csináljuk, hogy minden karácsonykor várjuk a Jézuskát. Ugye Jézuska hozza, remélem a gyerekek nem hallanak, mint ahogy mindenhova Jézuska hozza, hát hallgat még egy-két gyerek, és áll az ablakba, és minden karácsonykor nekünk az egy ilyen szertartás, hogy fogom a kezembe, és mondom, hogy látod? Ott repül. És ugye nem hiszed el, hogy azt mondja, hogy látom. És mondom, hallod? Még csapkod a szárnyával. Apuci, hallom.
itt van. És mondom, nézd meg, mozognak a fák, ott repült el, látod? Nézünk a semmibe, és a gyerek látja. Én azt hittem, hogy alászálsz te. Nem, igaz, hogy Viki megjönni a szárnyak. Nem, anyám beereszkedik, és kánkánozik, tudod. Igen, húzzátok a kötelet, húzzátok a kötelet! És anyád és a fatalod eresztik le drótkötéllel a Vikit. Jaj, már nem nagyon bírom! Mennyi zsebet, nézd meg, ha terhes is, mert nem. És akkora csoda van benne, hogy a gyerek egyébként látja. És én ezt nem akarom neki elmondani. Tehát, hogy Isten őriz, ameddig lehet, 6 évesen, 7 évesen, és odállok elé az ablakhoz, odállok vele, fogom a kezemben, és együtt nézzük. És ha majd egyszer már azt mondja, hogy hagyjál már, de hogy látom, inkább nyiss egy sört, akkor már rá fogok jönni, hogy a gyerek már nem látja. De nem szabad neki elmondani. Hát ettől a gyermeki lét, hogy ebben megtartod, nem? És húzod azt az időt. Ott jön már a van egy ilyen nagyon szép mondás egyébként, ez tökre működik, hogy az életszakasznak három fontos része van. Amikor elhiszed, hogy van Mikulás, amikor nem hiszed el, hogy van Mikulás, és amikor te vagy a Mikulás. És egyébként ez mennyire igaz, nem? Ő még abban van, hogy elhiszi, hogy nincs Mikulás. Aztán majd nem hiszi el, aztán majd a saját gyerekén élő lesz a Mikulás. Érdekes, nehogy elmond. Utána is belemegy a játékba. Hogyne? Emlékszem, hogy akkor, amikor én kislány voltam, akkor elmentünk mindig sétálni karácsonykor, számoltuk, hogy hány világító fát látunk az ablakokban, és pontosan tudtam, hogy a nagymama az alatt beteszi a fa alá az ajándékokat. De kicsit még el akartad hinni. Hát persze, és eljátszottuk, igen. Hogy jé, csilingelt, és jé, oda mentünk, 12 évesen kiszedtük a fa alól az ajándékokat, és pontosan tudtuk, hogy nem a Jézus. Igen, tehát, hogy... Hogy a Jézuska hozzá? Már iskolában vannak, igen. De hogy mindenki belemegy ezekbe a játékokba. Jó, akkor ne világosítsuk. Ne, szerintem nem. Nekem az traumatikus volt, engem a bátyám mindig egy ilyen manóval ijeszgetett, ami a WC-ből jön ki. Na, az viszont szörnyű. Tehát amikor úgy ülsz le gyerekként, hogy folyamatosan nézel a lábad közé, egyrészt nem tudod, hogy mi az a hatalmasod, és kettő... Jó, hát most miért szégyeljem? Tehát mi az az óriási? Kettő folyamatosan ezzel ijeszgetett. Tehát nálunk nem volt, nem tudom, ilyen-olyan manó, meg fogtündér, ez például nekem kimaradt. Nálunk volt ez a manó, mert a bátyám elítette velem, hogy a WC-ből előjön valami, és téged megharap. És hány ilyen volt? Szörnyű volt. Amivel így nagyobbak, vagy szülők megszivattak. Nekem például anyukám mindig azt mondta, hogy volt egy ilyen ringlispil, amin fejjel lefelé lógtak mindig a gyerekek a játszótéren. És ja, nem is anyukám, hanem fejjel lefelé. Hát így rá lehetett feküdni háttal. Hát az egy EU-kompatibilis játszótér. Az most már biztos, hogy nem menne át a szűrőn, és mindenki azt mondta, hogy ne feküdjek hátra, mert ha beleszáll a fejembe a vér, akkor meghalok. És én... és én ezt egy ideig... Atyaisten, anyád is elég kemény volt. Nem, ez nem édesanyám volt. Az édesanyám az csak azt nyomta le a torkomon, hogy ha nem eszek elég répát, akkor nem fog tudni fütyülni. És én szentő hittem, hogy jaj, a fütyülés ne, és a répa közötti összefüggés az egyértelmű. Tehát, hogy valami de mégsem haragszol rájuk, hogy így átvágtak, mert tudod, hogy a saját érdekedet szolgálta. Hát minden erőteljes sósborsz szaga volt, amikor ezt mondták. Tehát, dobálták be a Diannát negyed kilónként, hajtad a fejedet, akkor megmattulsz. Mire, aki eszi meg legelőször, az lesz az angyal, igen. Azt kinyalta be. Annál gyerekgyilkosabb játék én. Szerintem nincs. Aki megeszi először, az lesz az angyal. Nem váltál angyalá. Én mindig betoltam a finom főzeléket elsőnek. Igen. Igen. Én mondtam, hogy kapjátok be, akkor nem leszek angyal. De a finom főzéléket akkor se eszem meg. Mi volt nálatok? Volt, ami tündér vagy manó, behittetek? Ilyen álommanó, ami elrabol, ha nem alszol, akkor jön ez vagy az. De mondjuk neked lány te soha nem. Engem a fiú... azt mondta, hogy ha nem eszed meg vacsorát, akkor itt alszik nálunk Lajos bácsi a kocsi kísérő. Ez rettenetesen néző. Azt például elhittétek, hogy kinő a szárnyatok? A lapockátoknál. Volt ilyen? A lapockánkból? Aha. Na például nekem ilyet nem mondtak anyámig. Mit kellett ezt csinálni? Nem, hát ez milyen... ha hátra feszíted, ha megfeszíted a hátadat, aha. Befeszítesz. Igen. Akkor ugye itt hátul kiugrik a lapockád. És engem valaki, nekem velem valaki elhitette azt. Ez neked elég traumatizált gyerekkorodban, Júli. Tehát azért a hátamból között. Hogy ott indul a szárnyad. És aha. Hogy akkor ebből egyszer majd szárny lesz. És olyan fura volt nekem, hogy és akkor, hogyha nekem lesz, akkor egyébként a többieknek miért nincs? Az nekem nem, az nekem például nem volt. Az soha. De hagyd meg, tényleg, szóval ne, szerintem nem szabad elmondani. Nem? Mi történt, amikor megláttad anyádat berakni a húsvéti tojást? Semmi. Igazából. Vagy hogy ő a Jézuska. Nem estél pár sem, egyáltalán nem. Attól függetlenül ugyanúgy vártam. Persze. Vagy volt olyan, hogy kiraktam a kis kitakarított cipőmet, ezt elfelejtettek bele. Te nyomos volt, sztori, ez Jézusom, ez annyira te vagy. És nézzük, mit hozott Pistikének. Néztem reggel, és nem volt benne semmi, csak egy, hogy hívják, egy ilyen cipőtalbetét, azt hiszem. De mi azt kaptad? Nem, hát az egy alapból, így tudod, így ja, semmi. Ott voltál, és apád berakott. Nem volt benne semmi. És össze nem hittem el, kimentem, megint bejöttem, akkor
akkor se volt benne semmi. És akkor így rájöttem, hogy, így, hogy hát akkor ez a dolog itt elmúlt. Felnőttem. De miért nem raktak bele? 8 éves lettem. De miért nem raktak bele? De szerintem egyszerűen. De ez könyört, de ez könyörtem. Ne, elfelejtették. Volt más dolguk is. Ez mondjuk, én amikor kiraktam, mindig volt benne valami. Legtöbbször virgás, de el nem felejtették. És ott álltál 8 évesen, belenéztél a cipődbe, és felvetted a kis iskolatáskádat, és elmentél. Így van. És utólag se pótolták semmit? Nem, megvigasztaltam. A apám, tudtam, hogy hova dugja ezeket a fekete-fehér ilyen képeket, amiket anyám elő is dugdosott. Dagerozépjelte. Igen, hogyha megvigasztaltam. Na jól van. Szóval Júli, tessék megtartani ebben a így hitben. Van. Hazudni sokáig neki, elhúzni a gyerekkort, attól gyerek. A felnő úgyis annyi minden rossz várja, hogy szerintem az a dolgunk, hogy 28-29 évesen már mondjatok el neki mindjárt, ha lehet. De... Igen, addigra lehet, hogy nem biztos, hogy jó. Ne az legyen, hogy már húzgaljon ki a maradandó fogait csak azért, hogy kapjon van. Igen. Na jó van, 9:30 volt Vadozsán, 7 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Feri elment, így nincsen. Van. Mert ő a Hungária körült veretlen hőse most kőpapírollóban. Megígérte nekünk, hogy játszani fog. Megígérte, hogy játszani fog, igen. Kértem is, hogy küldjön SMS rácsörögni, már nem tudtuk, mert nem volt idő, hogy játszanak-e vele, vagy meg akarják verni. Ez is jó kérdés egyébként. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma, nézem, hogy Anna mit írt. Ugye volt egy kísérletünk, hogy játszik-e a magyar, ugye? És a kísérlet arról szólt, hogy Németországban felszerelnek majd gyalog átkelő helyekre olyan kis videójátékot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a zebra két oldalán áldogáló idősek, nyugdíjasok, vagy akik szeretnének átkelni a kereszteződésen, amíg várják ugye a zöldet, játszhatnak egymással videójátékot. Ez egy jó ötlet. Hogy egy kicsit értelmet adjanak az átsorgásnak, meg a várakozásnak. Igen, és kíváncsiak voltunk, hogy a magyar vajon játékos-e, vagy inkább egyfajta anyázás és verekedés kerekedik abból, hogy autósok, akik a pirosnál állnak, kihívják a másik autóst kőpapír ollóra, ami ugye azért nehéz, mert hát ököllengetéssel indul. És ezt néhányan nem szeretik. Ennyi fenyegetőnek tűnik. Fenyegetőnek, igen. A kísérlet egyébként egészen pozitívan zárult. Ugye játszik a magyar, hál' Isten, tehát sokan benne voltak a játékban. És korán reggel beszéltünk egy sorozatról, ami az egyik kereskedelmi csatornán fut, mert hogy elmeséltem, hogy mennyire örültek a mi hazajövetelünknek, ugye 6 hét után Afrikából, de közel sem azért, amiért mi gondoltuk, hogy örülnek, hanem mert egy sorozat ugye visszatért, és ezt kicsit fájóan konstatáltuk, hogy nem a személyünknek örülnek, hanem annak, hogy szerdán újra lehet nézni valamit. Így van, és azok, akik örülnek, nem az Rényi fanok, hanem a Szulejmán. A Szulejmán fanok, így van. Úgyhogy ezekről beszélgettünk ma, és ezeket most újra megmutatjuk. Klassz FM-en. 3:40 volt pontosan, 7 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és itt van Csabi is. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Képzeljétek el, van két barátom, akik mind a mai napig ezzel a kőpapírollóval döntenek el üzleti kérdéseket is. Jó menő vállalkozás lehet, Csabi, nagyon. Ha egyébként nagyon jó menő, kérdések, Animal Cannibals-ről van szó, akik mindent így döntenek el. Tehát, hogyha van valami vitás kérdést, soha nem vesznek össze, hanem kőpapír rolló, és a kijött eredményt elfogadják. Tehát soha nem vesznek, na de hát mégiscsak nem erősködnek, hanem ezt így nyomják évek óta. És jól jó, őket kedvelem. Igen, tök jó az új daluk. És ráadásul 25 éve olyan barátok, hogy elválasztatatlanok. Igen, hallottátok az új Cannibals-t? Nagyon jó, a takarítónő. Énekeld el, Lici. Van új? Van. Hogy ne lenne, mindig van. Na. Arról szól, hogy a régi világ, amit te gyerekként használtál, mint VHS kazetta, meg videómagnó, meg nem tudom, az mennyire... Minden változik csak a lényeg, nem? Játsszuk? Meglepődnék. Nem. Nem? Ja, nem, azt hittem. Na. Azt hittem, hogy... Minden változik, csak a lényeg nem, és ma a fiatalok mit használnak, milyen nyelvet beszélnek, milyen közösségi oldalakon vannak, és a két világot hasonlítja össze a dal. Hallottad, Csabi? Na, meghallgatom. Én nagy rajongója vagyok a zenekarnak, úgyhogy... Igen, kár, hogy nem játsszuk őket. Na, a szegény vágó piros, hogyan mutogathatnánk nekik kőpapír ollót, ő csak az ollót fogja mutatni, írta nekünk valaki. Eddig 4-en vertek meg, mert hogy játsza mindenki, és nem is ököllel. Köszönjük szépen. Gyerekek, igen. Szóval játszik a magyar, vagy nem játszik a magyar? Mi a kísérlet vége, a tudományos kísérlet vége? Játszanak azért, elég sokan belementek. Igen, nem? játszanak. Szerintem azért egy kis lazaság, meg egy pici kis, hogy is mondjam, csak kell hozzá, mert hogy néhány esemesben az derül ki, hogy valahogy így az emberek így beleöregednek a saját korukba. Igen, sajnos. Ez nem jó. Jó, hát ha valaki azért rázza az öklődet, és te nem hallgatod a műsort, azért
összevonod a szemöldöket. De egyébként ez benne a legrosszabb, hogy már arra gondolsz, hogy valami balhé van, tehát hogy csak konfrontálódás miatt kerülsz mással kapcsolatba ismeretlenekkel. Hívjuk a nap hallgatóján. Morning show. Az bizony! Jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Aláírtad? Aláírtad, Ádám? Ádám. Jó helyen vagyunk? Ádám, hello. Lehet. Én az autóba. Picit lehakítod a rádiót, Ádám? Azt megköszönjük, hogy ne gerjedjünk. Ennyire hallani igen. Fogsz minket. Igen, igen, megoldottam. Na, hol hallgatsz minket helyileg, Ádám? Hát úton vagyok, Borsod megye és környéke. Borsod megye és környéke. Jára, jobbra, balra. Azt írtad nekünk SMS-ben, nem hiszitek el, piros lámpa, ablak le, átnézek, gázfröccs, rádió fel. Épp mondjátok, hogy próbálják ki az autósok, erre a faszi kiszól, felejtsd el. Az előző lámpánál már háromszor kikaptam. Nagyon jó. De tényleg megtörtént? Meg persze. Vartikán harmadik lámpa a 26-os főúton, és akkor ott beállt, ne álljon egy másik faszi. Jobbra akart menni, de mind a ketten lámpát kaptunk. Teljesen jó. Mind a ketten nagyon jó arcok vagytok, hogy kipróbáltátok. Van. Állám, te vagy a rapalkatója. Gratulálunk neked, van egy szép morningsós ajándékcsomagod, és lehet, hogy van a plusz nyereményeid is. Hallgass meg a reklámblokkot, jó? Szuper. Na oké, köszi a játékot. Hello, sziasztok! Ciao, hello! Na, még mielőtt elmondja, hogy milyen számot ajánl a Csabi, azért elmondom, hogy az Instagram oldalunkon gyakorlatilag egy kataklizma, nem is kataklizma, egy ős robbanás zajlott ma reggel, mert hogy 13,9K-ról felmentünk 14,4K-ra. Kicsit sajnálom is, meg nem is. Én szeretem, hogy ma már, ahol minden 100 000 like, 150 000 like, 200 000 like, celebnek tényleg 100 000-es like számai vannak, a Bali által szerkesztett Instagram oldal 13 000. Tehát ez el fog múlni, lesz majd 30-40 000, ez most még egy ilyen kis baráti közös. Jó, ez egy terhet is ró rád. Igen, hogy ne rakja föl öncélú képeket. Aha, nem, pont elkezdve, hogy rakjál föl minél több öncélú képet, mert ezt szeretik az emberek. Hát ugye a mammás képet mindenképpen meg kell néznie mindenkinek. A visszafelé úton Nelspruit és Johannesburg között készítettük a repülőgépen. Megnyertem a főnyereményt. Igen. Megkaptam mammát magam mellé, és egy fantasztikus utat töltöttünk igen. El együtt. Az Instagram kicsit néha titokban készült képek, kicsit olyan, hogy valaki nem sejti, hogy lefotózzák, és én aljas módon felteszem, amikor alszik, amikor horkol, amikor folyik a nyála, Jani szobájába beszabadulva, hogy Afrikába a zoknikról sikerült képet csinálni. Tehát más szellem, mint a Facebook. A Facebookon a morning show-ról olyan képek kerülnek, hogy tudjuk, megcsináljuk, lefotózzuk. Az Instagram egy kicsit aljaskodik néha, de most leszek igazán aljas, hogy erre felhatalmazást adtál. Áldásomra. Csabikám, remek zenéid lesznek? Hozom többek között a Compact Disco klasslágerét, Miss Right, és folytatódik a játék, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ezen a héten 5 éves a Klassz FM és a szülinapi zene négykeréken játékunk keretein belül ezúttal Vácot várja a White Boy a klassz járgánnyal a hallgatókat, hogy pontosan hol nem sokára elmondom, és dupla nyeremény van az első órában, egy intelligens talpmasszás készüléket is meg lehet nyerni. Wow! Mhm. 79 000 forint érték. Tényleg? Persze. Megmasszírozza? Hát, talpmasszázs az valószínűleg a talpadat fogja masszírozni. De mitől intelligens? Hát, hogy felismer és köszön neked. Vakart, még jobban, sarkamat is. Az jó, ez menő. Na, jó hát van. Ez. Csabi jön a kívánság műsorra. Jó, 555-55-00, ha valaki szeretne dalt kérni tőlünk, az tegye meg egészen nyugodtan, mert Csabi nagyon örül közlekedési híreknek, és örül, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot kívánok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hali! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.